Jó estét kívánok mindenkinek, vártunk egy pár percet, szerintem kezdjük a közmeghallgatást. Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, a képviselő társaimat, és nyilván a televízió kameráin keresztül pedig a város lakosságát is. 2017 évi közmeghallgatás. Köszönjük. Az időjelzés az nem egészen pontos, mert este 5 óra van, 17 óra és 4 perc. Szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit a 2017 évi közmeghallgatáson. Alapvetően a költségvetésnek a elfogadása következő képen történik. Az előző hónapban, január végén a szakbizottság megtárgyalta a költségvetésnek a számait. Most van a közmeghallgatás, gyakorlatilag röviden ismertetem majd a költségvetésnek a legfőbb számait, és inkább folyamatokat szeretnék bemutatni. Most február 15-ig kell benyújtani a költségvetés tervezetét, és reményeink szerint 2017. februárban el is tudjuk fogadni magát a tervezetet. Annyit tudok elmondani, hogy olyan nagy változás a 2017 évben a költségvetés számaiban a tavalyi évhez képest nincsen. Ennek két oka van. Egyrésztről a finanszírozásunk nem változott olyan mértékben, valamelyes csökkenés van, de azt gondolom, hogy amit most elfogadunk számokat, az még jelentős mértékben változhat, hiszen erről fogok majd bővebben beszélni, hiszen az idei évben egészen biztosan egy sor olyan pályázatnak az eredményét fogjuk megtudni, amiben abban bízunk, hogy nyerni fogunk, ami alapvetően fogja megváltoztatni szerintem a költségvetésnek a fő számait is. Én azzal kezdeném, hogy mutatok egy szlájdot, ami azt mutatja, hogy 2016-ban a főösszege 3,4 milliárd volt a költségvetésnek, ez 2017-ben 3,9 milliárdra változik. 2016-ban 867 millió forint volt a központi költségvetési támogatás, ez 2017-ben 992 millió forint. Valamelyes javulás van, de másik oldalon, a serpenyőnek a másik oldalában is lesz azért, hiszen akkor, amikor a minimálbér és a garantált bérminimum változásáról beszélünk, akkor látszik az, hogy ott egy minimális mínuszt azért keletkezik. Helyi adóbevételek tekintetében az látható, hogy 2016-ban 633 millió forint, 2017-ben 653 millió forintos adótervezetről beszélünk, ez egy 3%-os növekedés, érdemi változás nincs az adóteher mértékében. Következően azt láthatjuk, hogy hogyan tevődik össze ez az adó, miből tevődik össze, és ez forintálisan mit jelent. Azt láthatjuk, hogy mint ahogy a mértékében sincs jelentős változás, így ebben is aránylag minimális a változás. Ha folyamatokat akarunk láthatni, akkor az látszik, hogy az önkormányzat vagyona az elmúlt években folyamatosan nőtt. Egyrészt ez a vásárlásaink, ingatlanvásárlások, illetve a beruházásoknak a következménye, hiszen számításaink szerint az elmúlt 5 évben nagyságrendileg egy olyan 2,5-3 milliárd forintos fejlesztés valósult meg a városban. És gyakorlatilag én azt gondolom, hogy nagyjából ez a tendencia várható a következő időszakban is. Én nagyjából a költségvetés főszámairól ennyit szerettem volna mondani. Nagyon sokan érdeklődtek és érdeklődnek, hogy hogyan fog alakulni a idei közfoglalkoztatási program, és azt gondolom, hogy ez a város költségvetésnek egy fontos szelete, nem a legfontosabb, de fontos szelete. Sokan azt a pletykát hallották, hogy megszűnik a közfoglalkoztatás, vagy egy jelentős mértékben átalakul. A közfoglalkoztatásnak a 2007-ben tervezett kiadásai az 1 milliárd 297 millió forint, és ebből a támogatás összege az 1 milliárd 169 millió forintot érint. Ez látható, hogy mondjuk majd egy következő dián lehet látni, hogy ez alapvetően valamelyes csökkenés jelent majd összességében, de nem generális csökkenést. Azt szerintem, ami ezt a
vízhangot kiválthatta, az a nemzetgazdasági minisztériumi állásfoglalás volt, az az előterjesztés, ami jelen pillanatban nincs elfogadva, de arról szól, hogy az országban nagyon sok helyen munkaerő hiány van, főleg a Dunántúlt érinti. Eközben több százezer ember van közfoglalkoztatásban, és nyilván ezt a ellentmondást próbálja a nemzetgazdasági minisztérium feloldani azzal, hogy szerintem teljesen logikusan azt mondják, hogy egyszerre van jelen az országban munkaerő hiány és munkaerő fölösleg, akkor nagy valószínűséggel erre valami megoldást kell találni, és logikusan azt mondják, hogy aki nagyon sok hosszú ideig van közfoglalkoztatásban, annak ez a fajta elkényelmesedés, ami benne van a rendszerben, azt nem lehet hosszú távon fenntartani, és az sem lehetséges, hogy mondjuk hosszú távon cél legyen, hogy valaki közfoglalkoztatásban mondjuk hosszú évekig, akár évtizedekig is közfoglalkoztatásban legyen, ha ő neki egyébként az elsődleges munkaerő piacon lenne a helye, mentális állapot, a szakmai felkészültség és alkalmasság alapján. És ezért mutatom meg a következő diát, ha megyen és megy. Ugye 2011-ben, amikor a közfoglalkoztatást elkezdtük, akkor igazából az volt a cél, hogy a szociális segélyből élőket próbáljuk meg visszahozni, visszaintegrálni a munka világába. 2017-ben azért egy picit változott ez a cél. Ugye az elmúlt 6 évben közel 500 főnek az átképzése történt meg, vagy mondjuk azt, hogy 500 fő vett részt valamilyen képzésben, és tulajdonképpen 2017-ben az előbbek elmondottak alapján logikus elvárás lehet az, hogy aki koránál és mentális állapotánál és munkaképességénél fogva egyébként az elsőleges munkaerőpiacon el tudna helyezkedni, akkor logikusan ez történjen meg, akár itt Hajdúnálláson, vagy közvetlen környezetünkben is. Ez azt fogja hozni magával, hogy kisebb közfoglalkoztatási programot igyekszünk tervezni, vagy tervezünk, és tulajdonképpen ezt már a testületülésen egyszer elmondtam, csak megismételni szeretném, hogy az év elején, januárban én körbejártam a közfoglalkoztatási programnak a csoportjait, és két kérdést tettem föl alapvetően nekik. Az egyik arról szólt, hogy valóban érdemleges segítsége az ő élethelyzetükben az, hogy közfoglalkoztatásban tudnak dolgozni, vagy ez valami olyan fölösleges nyűgés teher, amivel egyébként csak megnyomorítjuk őket. Minden egyes helyen a jelentős többség azt mondta, hogy igen, nekik a közfoglalkoztatás egyébként segítség, és azt kérték, hogy a közfoglalkoztatási programot, ha lehetséges, akkor vigyük tovább. Volt még egy kérdésem, szemmel láthatóan ami az előbbi állítás volt, azzal szemben a közfoglalkoztatók egy része nem érzi magánének, és nem érzi segítségnek ezt a szituációt, hanem ő egy fölösleges nyűgnek érzi, és úgy is viselkedik a közfoglalkoztatási programban. Az volt az egységes állásfoglalás a közfoglalkoztatók részéről, hogyha lehet, ezeket az embereket ne engedjük vissza ebbe a rendszerbe, mert ha valaki nem tud ezzel a lehetőséggel, vagy nem akar élni, akkor ne kényszerítsük rá, hogy közfoglalkoztatási programokban részt kelljen vennie. Én ezt a kettőt figyelembe véve terveztük meg az idei közfoglalkoztatási programot. Ezen a dián lehet látni azt, hogy az évek előre haladtával milyen létszámú közfoglalkoztatás valósult meg a városban. A 2017-es adat egy picivel kisebb lesz. Látszik, hogy 2015-ben volt a csúcs, amikor 1000 fölötti közfoglalkoztatott volt. Ez nem jelent 1000 embert, ez azt jelenti, hogy 1000 közfoglalkoztatott vett részt a rendszerben, de lehetett olyan, hogy valaki 2 vagy 3 programban is vett részt, mert rövid programokban vett részt. De azért ez egy elég magas szám a város létszámhoz képest. Ez valamelyes csökkenő tendenciát mutat. A következő díja azt mutatja be, hogy a támogatási összeget hogyan használtuk föl. Az látszik, hogy a támogatási összeg az viszont nő, ez azt jelenti, hogy az értékteremtő része a közfoglalkoztatásnak tud nőni. Arról tudok beszámolni, hogy a mostani közfoglalkoztatási idei 2016-os még alá nem írt, de a tervtárgyaláson részt vett közfoglalkoztatási programjaink, mondhatjuk azt, hogy elfogadásra kerültek, belügyminisztériumhoz került felterjesztésre, és a belügyminiszter aláírására vár. Ennek a fő számai a következőek.
A Start programnak a támogatási összege az közel 800 millió forint, és ennek az önereje nagyságrendileg 44 millió forint, és így a felhasználható forrás összességében 822 millió forint. A munkabér az 100%-os finanszírozásban van, nagy értékű eszközben mintegy 44 millió forint értékű eszközt tudunk beszerezni. A gazdasági épületek tekintetében egy 55 millió forintos épületfejlesztés lesz. Bocskai 79 kapcsán 41 millió forintos pénzügyi fedezetünk van a folytatásra. Düllő utak tekintetében mintegy 48 kilométer düllő utat tudunk felújítani, és közel 4000 fát fogunk külterületen a düllő utak mentén elültetni. A közfoglalkoztatásról röviden ennyit szerettem volna mondani. A másik fontos téma, ami szerintem ez idei évben egyrészt a költségvetést is fogja érinteni, másrészt szerintem alapvetően fogja befolyásolni ez évünket, de azt gondolom, hogy a következő évet is. A térségi operatív program keretei között nagyságrendileg egy 3 milliárd forint értékben adtunk be pályázatokat. Itt most a legnagyobb pályázatokról beszélünk, és ezekről szeretnék egy pár képet fölvillantani, hogy mik azok a pályázatok, amik beadásra kerültek, és nagyságrendileg ezek mit akarnak, és milyen összegszerűségben. A következő esetében láthatjuk azt, hogy mi alapozta meg ezeknek a pályázatoknak az előkészítését. Én oda mennék vissza, hogy akkor, amikor 2010-ben elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mit kellene fejleszteni, akkor egy városfejlesztési stratégiát fogadtunk el. Ez a városfejlesztési stratégia, sokan részt vettek, elsősorban itt zajlott a művődési házba, és mondhatjuk azt, hogy sok, hát most nem mondom, hogy sok százan, de száz fölötti ember, civil szervezet és egyéb szervezet képviselői vettek részt abban, hogy mégis mit kellene megvalósítani, és milyen fejlesztéseket kéne megtenni. Nagyjából a 2014-es év végén, amiről beszéltem, hogy az a 2,5 milliárdnyi fejlesztés megtörtént, ennek egy jó részét megvalósította, és Hajdúnánást a belügyminisztérium kijelölte, és ezt finanszírozta egy integrált településfejlesztési stratégiának a kidolgozására, amiben tulajdonképpen a már megmaradt fejlesztések egy része automatikusan bekerültek ebbe a kalapba, másrészt egy hasonló társadalmi egyeztetés kapcsán alakultak ki azok a célok, amelyek fejlesztési elképzelésekké tudtak alakulni. Ezek voltak a mi céljaink, és a TOP keretei között ez a terület és területfejlesztési operatív program gyakorlatilag az is látszott, hogy egy-egy megyére milyen fejlesztési összegek voltak, vagy voltak és vannak egyébként megadva. Ezek adóerőképesség és lakosságszám alapján gyakorlatilag területekre vissza lettek osztva, és a megyei közgyűlés koordinációjával lettek azok a településeknek gyakorlatilag egy olyan helyzetbe bemutatva, hogy egyrészt fölmérték a településének a fejlesztési igényeit, megnézték, hogy hol vannak megyei szinten azok az indikátorszámok, amelyet egyébként teljesítenünk kell, és gyakorlatilag összefésülték a településeknek a fejlesztési igényeit, és mondjuk ahol túligénylés volt, mondjuk lehetett látni egy szociális területen, mondjuk túl sok fejlesztés lett volna, akkor azt mondták, hogy itt az egyik település, ha lehet, akkor kevesebbet akarjon fejleszteni, egy másik területen viszont kapott lehetőséget a település. Így alakult ki az a kép, ami a következő szlájdon látható. Itt látható az, hogy az a közel 3 milliárdos fejlesztési forrás, amit tervezünk erre az időszakra, az milyen összetételt fog jelenteni ezzel a tortán. És hogy mit jelent ez pontosan, megpróbálom ezt egy pár képben fölvillantani. Ugye akkor, amikor arról beszélünk, hogy 90-es évek végén mintegy 19.100 fő lakott a városban, most meg 16.500-an vagyunk, akkor, hogyha nagyon egyszerűen akarjuk megfogalmazni, az emberek elmentek a munkahelyek után. Itt sok munkahely megszűnt, és azt mondták az emberek, hogy nyilván valamiből élni kell, és itt hagyták a települést. Régi vágy az, hogy valamit ebben próbáljunk megtenni, és most ebben a programban mindegy fél milliárd forintot deklaráltan gazdaságfejlesztés, iparfejlesztésre tudunk fordítani. Többször lehetett arról hallani, hogy a G-vel tárgyalásban vagyunk, van egy A-terv és van egy B-terv. Az A-terv az az,
hogyha lehet, akkor a Tungsram, most G-de, itt a városban azért mindenki Tungsram telephelynek hívja, gyakorlatilag ezt a telephelyet, ha lehetséges, akkor az önkormányzat átvenné. Ők úgy fogalmazták meg, hogy win-win alapon. Mi adtunk be egy 32 millió forintos, ha jól emlékszem, vételi ajánlatot. Ebben most van egy tárgyalás, én remélem, hogy sikeres lesz. Ha nem lesz sikeres, akkor van egy B-terv, akkor egy másik ipari terület fejlesztésében gondolkodunk. Szeretnénk mindenképpen ezt a forrást elkölteni, és szeretnénk ezt hasznosítani. A következő ilyen fejlesztés az a Zöldváros program. Ez azt jelenteni, hogy ugye az a lakótelepi környezet, ami kialakult a városban, az elmúlt évtizedekben az jelentős mértékben elhasználódott. Azok a járdák, azok a szervízutak, azok a zöld felületek, de igazából ráfér, és itt egy 600 millió forintos fejlesztési elképzelés van. Ez főleg az Ady Endre körút, Mátyrok utca val határolt területet jelenteni. Ugye az aktív közösségi zöld területek kialakítása, a helyi termelőpiacnak a fejlesztése, játszótér, futópálya kialakítása, zöld felület rekonstrukciót jelentett, és a lakótelepet körbelülő szervizút teljes felújítása és csapadékvíz elvezetését jelenteni elképzeléseink szerint. Következő fejlesztési elképzelés. A Fürdő utcán kialakult egy második városközpont, mondjuk így, ez volt a projektnek a címe. Akkor a fejlesztésnek lett volna egy második lépcsője, ez a Fürdő utcának a keleti partig való rekonstrukcióját jelentette volna, ott egy szabadidő központtal. Erre most turizmus fejlesztés keretei között van egy 200 millió forintos fejlesztési elképzelés. Ez tulajdonképpen a Fürdő keleti főcsatorna térség turisztikai fejlesztése, szabadidő eltöltésére alkalmas létesítmények megvalósítása, csónakház felújítása és gyakorlatilag ennek a korábbi tervnek egy szűkített megvalósítását jelenteni. Következő egy nagy megyei programban vennénk részt, ez az Oxenweg. Ez tulajdonképpen maga a magyar szürke út, amit mi így hívunk, de a németek, osztrákok ökörútnak hívnak Oxenweg. Ez lenne egy turisztikai útfejlesztés, ebbe több hajdúsági település venne részt. Van egy fejlesztésünk, egy fejlesztési elképzelésünk közösen Doroggal, gyakorlatilag a Hajdúdorogi fürdő és a Nánási fürdőnek az összekötetését tudnánk megvalósítani. Ebben még az iskolaútnak a felújítás és egy pár kisebb utcának a kerékpárúttal való ellátása férne bele. Nagyjából ennek az a hagyulánás leső lába az 280 millió forintot tenne ki. Van egy olyan fejlesztési elképzelésünk, ami az energiahatékonyságnak a javítását szolgálná. Elég kevés önkormányzati épület maradt már, ami nem történt meg, de van ilyen, és ezeket szeretnénk megvalósítani. Ennek a fejlesztés összege nagyjából egy 370 millió forintot ölel föl. Az is egy régi elképzelés, hogy a tüdőgondozó az beköltözik az orvosi rendelőbe. Korábban volt egy olyan terv, hogy a tüdőgondozóból a jelenlegi helyéről gyakorlatilag a komplex egység beköltözik, ez egy emelet ráépítés jelentett volna. Ez nem valósulhatott meg, ehhez nem voltak meg a lehetőségeink. Ebben a épület komplexumban tudtuk a felújítást megvalósítani, és így jött a másik elképzelés, hogy magát ezt az épületet próbáljuk meg más egészségügyi célra hasznosítani. Ez azt jelenti, hogyha nagyon egyszerűen akarom mondani, hogy ott helyet kell csinálni ahhoz, hogy a tüdőgondozó be tudjon kerülni. Ugye ez most több oka is van. Az egyik az, hogy az a röntgenkészülék, ami a tüdőgondozó épületében szokott működni, az egy elavult berendezés. Az elmúlt években a orvosi rendelőben lévő eszközt felújítottuk és digitalizáltuk. Ez azt jelenti, hogy a mai kor elvárásainak is egy megfelelő eszköz van bent, ami alkalmas egyébként a tüdőszűrés folytatására, és így alakult ki az a koncepció, hogy az egészségügyi alapellátás fejlesztésére egy 132 millió forintos programot írtunk meg, aminek a lényege, hogy egy gyermekvédelmi, gyermekorvos és gyermekvédelmi központ alakulna ki a Vörösmarty úton, és magának az épületnek a felújítását jelenti, ez azt jelenti, hogy azzal az udvarral, azzal a parkos résszel gyakorlatilag a pince hasznosításával egy olyan gyermekegészségügyi központ tudnak kialakulni, ami véleményünk szerint jól szolgálná a város
várost, és tulajdonképpen ezzel a tüdőgonozó pedig be tudna kerülni a orvosi rendelőbe. Van egy szociális alapszolgáltatás fejlesztés, az elmúlt évek során a járási rendszer kialakulásával központtá vált a szociális rendszerünk, és itt van egy fejlesztési lehetőségünk. A Kossuth utca és a piac sarkán lévő épület most már mondhatjuk azt, hogy kinőtte a szervezet, és ott lehetne egy fejlesztést megvalósítani. Ehhez vásároltunk a Hajdúdorogi Takarékszövetkezettől az ő épületének a hátsó részéből egy ingatlant, illetve a piac sarkából kerülne még hozzá egy kisebb rész, és így tulajdonképpen azon a belső udvaron alakulna ki egy fejlesztés. Van egy következő fejlesztési elképzelés, ez tulajdonképpen a helyi közművelődést érinteni, és ezt az épületet, ahol most vagyunk, gyakorlatilag egy 500 millió forintos pályázati összegre pályázatot adtunk be. Ez gyakorlatilag ennek az épületnek a teljes rekonstrukcióját magába hordozná, és azért még ettől egy picit talán többet is. Helyi gazdaságfejlesztésben van egy tétel, ami gyakorlatilag a helyi termelőpiac és a hűtőkapacitás fejlesztését jelenteni. Itt még a Bocskai István általános iskolának a konyhájának a fejlesztése szerepel, de nagy valószínűséggel ezt valamelyik óvoda konyhájára fogjuk majd át szervezni. És még egy nagyságrendileg 60 millió forintos csapadékvíz főgyűjtőknek a rekonstrukciójáról tudok beszámolni. Alapvetően azt tudom mondani, hogy az elmúlt években, és azt is hozzá kell tennem, hogy Dánásnak egyébként a belvízzel vezető rendszere szerintem alapvetően egy jó kialakított rendszer volt, aránylag jó karban is voltak. Most azt a fejlesztést tudtuk az elmúlt években pluszba hozzátenni, hogy most nem ebből a 40x40-es kockakőből rakjuk ki az árkoknak az alját, hanem már monolit elemeket tudunk berakni, aminek az élettartama nyilvánvalóan hosszabb lesz, mint a 40x40-es kockaköves megoldás. Igazából, amikor nagy esőzések vannak, akkor sincsenek igazából komoly belvizek a város területén. Az viszont látszik, hogy azok a csatornák, aminek az lenne a dolog, hogy kivigye egyébként a vizet a város határán kívülre, azoknál viszont komoly karbantartási problémák vannak. Ebben gondolunk és ebben terveztünk egy nagyjából 60 millió forintos fejlesztéssel számolunk. Van egy közös fejlesztésünk, ez a társasági nyereségadó fejlesztési lehetőségét kihasználva egy új tornacsarnoknak az építésére kerülhet sor mostani tudásunk szerint. Ez a hagyonási kézilabda, női kézilabda egyesülettel közösen, nagyjából egy 500 millió forintos tornacsarnok, és mondhatjuk azt is, hogy talán egy rendezvénycsarnok, egy 500 fős befogadóképes lelátóval rendelkező tornacsarnoknak az építése történne meg. Ez a Hunyadi utcán, azon a ingatlanon, ami korábban talán lányiskolaként ismer a város, vagy szalmaipari központ volt, ott történne meg ez a fejlesztés, gyakorlatilag az ingatlan készen áll. Most a tavaszi társasági nyereségadós pályázati fordulóban dőlhet az el, hogy akkor meg lesz ez a fejlesztés, vagy nem. Mi úgy számolunk, hogy meg, és tulajdonképpen a költségvetésben számolunk is azon az 50 millió forinttal, ami egyébként az ön része lenne ennek a fejlesztésnek. Ilyen kisebb fejlesztésekről is szeretnék egy pár szót ejteni. A kisebb fejlesztés, bár nem beszéltem róla, a korábbi időszaknak egy fontos szerintem fejlesztési eredménye az, hogy a mostani tudásunk szerint 2017-ben a derogációs pályázat végre révbe ér, és azokban a kis utcákban, ahol korábban nem volt a szennyvíz bevezető, illetve tedejen a szennyvíz beruházás meg fog valósulni. A mostani tudásunk szerint ez talán a nyár folyamán, de legalábbis azt mondom, hogy reményeink szerint a nyár folyamán, nyilván nyáron azért korrektebb munkát lehet végezni. Ebben azért vagyunk bizonytalanak, mert nem a mi hatáskörünkben van. Ez egy nagy holding kezeli, és tulajdonképpen több településsel közösen fog megvalósulni nálunk is ez a szennyvízfejlesztés. Következő szlájdon lehet azokat látni, ami a költségvetés valamilyen formában érinti, vagy már megnyert pályázatokról beszélünk,
vagy olyan fejlesztésekről, amit a város költségvetéséből fog megvalósítani. A városháza épületének a nyílászáró cseréjére nyertünk forrást, de terveztünk nagyjából egy 18 millió forintnyi útfelújítást. Ez igazából pluszban van, hiszen a közfoglalkoztatási program keretei között szoktunk pályázni, és nyerünk is, és ott is egy több 10 millió forintos fejlesztés van. Általában ez karbantartást jelent. Közvilágítás fejlesztésre egy 5 millió forintot. A két lépcsőház mostani meglátásunk szerint nagyjából egy 116 millió forintot fog kitenni. A Bocskai 79-ről még lesz majd egy mondat, és gyakorlatilag egy ingatlan fejlesztésben is gondolkodunk. A fejlesztés vételt jelent. A régi Jókai utcai szalmafonó épületét ajánlották föl. Ebbe kell majd szerintem egy aránylag gyors döntés hozni, hogy akarunk-e ezzel foglalkozni, vagy nem. Azt tudni kell, hogy minden járás székelyen fog épülni egy uszoda. Az uszodának 500 méteren belül kell lennie az iskolákhoz, és azt gondoljuk, hogy a volt zeneiskola épületének az üres telke az alkalmas lehetne arra, hogy ez a uszoda megépüljön, és tulajdonképpen ott közelben pár száz méteren belül három darab általános iskola is van. Talán a kihasználtság szempontjából ez egy jó lehetőség, ebben kell majd döntés hozni a képviselőtestületnek. Bocskai 79, sláger téma, sokat beszéltünk róla. Én is álltam már hasonló keretek között egy másik helyben, ahol egy lényegesen nagyobb szám szerepelt. Nyilvánvaló volt, hogy azt a összeget az önkormányzat nem tudja erre az épülethez elfordítani, és azt is tudni kell, hogy tulajdonképpen most milyen állapotban az épület. A tavalyi közfoglalkoztatási programban végre sikerült elérnünk, és a belügyminisztérium támogatta azt, hogy a közfoglalkoztatás keretei között tudjon megújulni az épület. Ugye az elképzelés az, hogy ezek fecskeházként lennének hasznosítva, ugye a fiatal családok számára a beruházás költsége, mint ahogy jeleztem, a két lépcsőház esetében 32 lakásról beszélünk, az mintegy 116 millió forint. Fontos szerintem a lakáskoncepcióban így fogalmaztuk meg, hogy legyen kivezetése azon a beköltöző fiataloknak, hiszen szerintem abban a pontozási rendszerben, ahol majd arról kell döntenünk, hogy ki költözhet be, egy fontos elemnek kell lenni a lakás előtakarékosságnak, hiszen azt gondolom, hogy az is belátható, hogy ha valaki nem takarékoskodik, akkor 5 év múlva, 6 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva is abban a helyzetben lesz, hogy nem tud önmagának gondoskodni lakásról. Ez szerintem egy fontos eleme kell, hogy legyen a fecskeházaknak a kialakításának, a szabályrendszer kialakításának. És annyit kell tudni ennek a lakásnak a felújításáról, hogy alapvetően ez nem egy karbantartás, gyakorlatilag teljesen egészében új gépészet, teljesen új közfalak, és egy belső szerkezeti átalakítás is megtörténik, és jól tudom, 15 centis hőszigetelés és teljesen új nyílászárókat kap ez az épület. Ez év nyarára, a mostani tudásunk szerint el fog készülni a déli oldali lépcsőház. Idei évben 41 millió forintot nyertünk a közfoglalkoztatási programban az épület második lépcsőházának a felújítására, ezért jó esély van arra, hogy 2017 nyarára a második lépcsőház is elkészülhessen, és így mind a 32 lakás újra használható állapotba kerül. Mostani FOP-os pályázatok között most vannak újabb pályázati lehetőségek, és úgy tűnik, hogy a Bocskai 98-nak a felújítására is lesz lehetőségünk. Ez nem lesz egy ilyen generális felújítási lehetőség, ez úgy néz ki, hogy inkább csak egy karbantartás, egy energetikai felújítás tud lenni, hogyha megnyerjük ezt a pályázatot. Azt gondolom, hogy akkor lenne teljes egészében kerek ez. Egyrészt a Bocskai 79, mint épület, és a közvetlen környezete adnak a parknak a felújítása, azt gondolom időszerű lenne, és a Bocskai 98, és akkor azt tudjuk mondani, hogy talán az a akut probléma, ami ott volt a Bocskai utca végén az állomásnál, talán kezeltük, és hosszabb távon is használható állapotban lesznek a épületek. A Bocskai 79 kapcsán, de azt gondolom, hogy mindenképpen kell egy mondatot ejtenünk, hiszen a képviselőtestület január ülésén elfogadta a lakáskoncepciót. Én azt gondolom, hogy fontos alapvetéseket tisztázni, egészen biztosan hatással lesz a város költségvetésére. Azt gondolom fontos, hogy kell egy szemléletmódváltás ebben a kérdésben.
hagyonállás lényegesen több darab számában és lakosság arányában, bármelyik településsel összevetve a környezetünkben, hatványozottan nagyobb lakásszámban, mint a környező településeken. Ennek ellenére mégis lakáshiány van a városban, hiszen azt lehet mondani, hogy a forgási sebesség, ahogyan beköltöznek és kiköltöznek az emberek, az nagyon alacsony. Egyrészt ebből az abból fakad, hogy nagyon sok család annak idején határozatlan idővel kapta meg a lakhatást, és tudjuk, hogy ezt akár még örökölve is tovább lehet vinni. Másrészt pedig azzal szembesülünk sorban, hogyha valaki egyébként akár 5-10, vagy mint ahogy jeleztem 15, akár 20 évig lakott szociális bérlakásban, amikor az merül föl, hogy egyébként át kellene adni a helyet, vagy át kellene adni a lehetőséget mondjuk más családoknak, akkor azt mondják, hogy de hogy hova költözzenek. Én azt gondolom, hogy ebben egy nagyon fontos lépés kell, az előtakarékosságnak a megléte, és itt azért szeretnék egy 4 vagy 5 gondolatot mondani a lakáskoncepcióra, mert szerintem ez fontos tisztázni. Akinek határozatlan idejű lakhatása van, nyilván azt jelen pillanatban maga a lakáskoncepció nem tudja érinteni, mert neki olyan szerződése van az önkormányzattal, amit nem kívánunk és bolygatni sem, és nem is lenne logikus. Őnekik azt ajánljuk, hogy extra kedvezményt próbálunk adni, és megpróbáljuk őket rávenni, hogy vegyék meg ezt a lakást, így örökölhetővé válik, és tulajdonképpen a saját tulajdonokká tud válni a lakás. Szerintem egy jó lehetőség arra, hogy ezeket a lakásokat, ezekből a lakásokból tudjunk vásárolni. Azok, akik a mostani új rendszer alapján fognak bekerülni a szociális lakhatás keretei közé, azok nyilván a mostani logikával tudják a szerződést megkötni, és nyilván úgy pályáznak, hogy tudják, hogy hány évig lehet szociális alapon lakni, és akkor tisztázzuk, hogy mi a szociális lakhatásnak a lényege. A szociális lakhatásnak az a lényege, hogy egy átmeneti időszakra a közösség megpróbál olyan kedvezményes lakhatást biztosítani, legyen ez bármilyen szociális alapon hátrányos helyzetben lévő ember, mondjuk ez lehet mondjuk egy fiatal pár, aki kezdi az életét, vagy éppen egy idős ember, aki olyan helyzetbe került, vagy éppen valaki, aki mondjuk önhibáján kívül, vagy akár önhibájából is egy olyan helyzetbe került, amikor kell, hogy segítsen a közösség. De ez nem jelentheti azt, hogy hosszú évtizedekre vagy örökre ilyen helyzetbe kerülhet, mert ez beláthatatlan következményekkel jár. Szerintem azt megértjük, hogy 6500 szociális lakást ebben a városban kialakítani nem lehet, és nem is célszerű. Ezért szerintem az új lakáskoncepciónak egy fontos üzenete, hogy egy ideig tud az önkormányzat segítségre lenni, de eközben azt várja el, aki beköltözik egy ilyen lakásba, hogy ő gondoskodjon és gondolkodjon előre, legyen egy előtakarékossági számlája, és például most, amikor ezt lemodelleztük, mondok egy egyszerű példát, egy 4 éves előtakarékossággal, azt hiszem, hogy 20 000 forint befizetését számoltuk, egy közel 1,5-2 millió forintos megtakarítást lehet elérni. Ehhez lehet egyébként egy hitelt még kapni, és ezekből az összegekből egyébként nagyságrendek, ha még egy picit családi segítség van mellette, megvásárolható ma egy önkormányzati lakás. Ma egyébként 4 és 6 millió forint között lehet egy önkormányzati lakás megvenni méretének függvényében. Aki bejön hozzám, én mindig azt mondom, hogy gondolják azt végig, hogy elmennek egy albérletbe, az a lakás sose lesz az övék. Ma hagyonállásan egy albérlet 30 és 50 ezer forint között van, és nem is nagyon lehet találni, mert sokan úgy gondolkodnak, hogy inkább eladnák a lakást, mint albérletbe adják, mert félnek tőle, hogy lelakják a lakást. De hogyha valaki így gondolkodik és takarékoskodik, akkor tulajdonképpen, ami törlesztő részletként fizet, az egy lakást eredményez neki, és én azt gondolom, hosszú távon mindenképpen ez egy kifizetődő elképzelés. És amit, mint ahogy mondtam, itt meg lesz határozva a lakáskoncepció alapján, hogy meddig lehet szociálisan lakni ezekben a lakásokban, és fog még egy olyan rész lenni, ami meg kvázi piaci alapú lesz, de még mindig nem piaci alapú, hiszen ezek a nem szociális alapú lakások is ilyen 15 000 forint környéki lakbért jelentenek, mint ahogy jeleztem, egyébként egy albélet ma hagyonáláson 30 000 forintnál kezdődik, az azt jelenti, hogy még mindig féláron lakik valaki, hogyha a ilyen piaci alapon lakik az önkormányzati lakásba, hogyha a szociális lakásba lakik, az nagyjából az 10 000 forintos költséget jelent lakásonként. És én magam részéről köszönöm a figyelmüket, természetesen várom, ma is várjuk a kérdést. Mielőtt
Ezt megtenném, ezen én lamentáltam, hogy szabad-e egy közmeghallgatáson túl sokat moralizálni, nem is akarok ebbe a hibába esni. De azért két dolgot szeretnék elmondani, ami az elmúlt időszakban megfogalmazódott bennem. Én azt gondolom, hogy most, ahogyan változik körülöttünk a világ, szerintem van esélye a hagyományosnak, hogy abból a negatív spirálból, ami arról szól, hogy munkahelyek elmenetelével gyakorlatilag az emberek is mentek utána, szerintem ezen most a szituáció sok tekintetben abban az irányban mutat, hogy talán ez megfordítható. Munkahelyek jöhetnek, és talán újra életképesebb lehet a település. Én két dolgot szeretnék kérni. Egyrészt, hogyha azt szeretnénk, hogy változzon körülöttünk a világ, akkor szerintem nekünk is változni kell. Az a fajta mentalitás, amit én sokszor tapasztalok, azt gondoltam, hogy érdemes róla egy szót ejteni. Egyrésztről szerintem a vállalkozók tekintetében az az időszak jön, amikor a munkaerőbe be kell fektetni. Az, hogy most én hallom, hogy milyen fránya dolog az, hogy minimálbér emelés van ebben az országban, de azt gondolom elkerülhetetlen. Akkor, amikor 70-80 ezer forinttel dolgoznak az emberek, az hosszú távon nem lehet életképes. Igenis, olyan fizetéseket kell tudni megfizetni a magyar emberek iránt is, akik itt tudnak hosszú távon tervezni, és mondjuk egy szakmunkásnak nem lehet az kérdés, hogy mondjuk most Ausztriába fog elmenni dolgozni, vagy Magyarországon dolgozik ennyi pénzért. Ennyi pénzért nem lehet a szakmunkásokat és a jó szakembereket itt tartani, egészen biztosan kell emelni. És szerintem most az az időszak van, amikor be kell fektetni a munkaerőbe, hogyha hosszú távon egyébként normális termelést akarnak csinálni Magyarországon. Ez egyik része. A másik része szerintem az az alapállás, ami arról szól, amikor mondjuk nekem fogadó napom van, hogy minden hibás a világon rajtunk kívül, és mindig minden problémának a gyökere kívül van önmagunkon, akkor szerintem ez a hozzáállás ez hosszú távon fenntarthatatlan. Mert szerintem minden embernek felelősséget kell tudni vállalni a saját cselekedeteiért és a saját tetteiért. Ez most nem egészen ez a közhangulat ebben a városban. Ha leesik a hó, természetesen ott mindenki hibás, de az, akinek előtt nincs eltakarítva, az azért nem veszi azt a fáradtságot, hogy mondjuk egy lapátot elővenjen és akkor eltakarítsa. Azt gondolt, hogy majd valaki megoldja helyette. Ha valakinek lakás problémája van, teljesen természetes, hogy ezt az önkormányzatnak kell megoldani. Ha egy szülővel és a szülőtartással, mondjam ezt csúnyán, ezt, hogy valamiféle gond van, akkor az teljesen természetes, hogy szociális alapon ezt az önkormányzatnak kéne megoldania. De én meg azt gondolom, hogy az önkormányzat mindenre nem képes. Azért vagyunk közösség, és azért vannak azok az alapszabályok, amiket szerintem érdekes és logikus betartani. Én magam részéről nem hiszem azt el, hogy egy közösség, egy társadalom egyénekből áll. Én azt gondolom, hogy a legkisebb egység az nem az egyén, hanem a család. És a családnak ezeket a funkcióit szerintem meg kell őrizni és vissza kell adni. Szerintem amikor egy szülő fölnevel egy gyereket, az helyesen teszi, és az egyik legfontosabb dolog, amit tehet egy ember egy társadalomban, és a legszebb dolog is szerintem, csak akkor nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy amikor gyerekként megnövünk és felnőttekké válunk, akkor nekünk is van szülőnk, akiről meg ugyanúgy gondoskodni kell. És ezt nem lehet az önkormányzatnak a nyakába varni, és én azt gondolom, hogy röviden ennyit szerettem volna még hozzátenni. A mostani tél ezt elég sarkalatosan kihozta, szerettünk volna minél több embernek segíteni, de az is látszik, hogy egyrésztről nincs szégyenérzete sokszor egy-egy személynek. Azt gondolja, hogy akkor, ha most van egy ilyen szituáció, és mondjuk próbálunk különlegesen odafigyelni azokra az emberekre, akik sokszor szégyenérzetükben nem jönnek segítséget kérni, van, aki ezt könnyedén teszi úgy meg, hogy egyébként nem lenne rászoruló. Én azt gondolom, hogy a szociális rendszerünk miatt nincs szégyenkeznivalónk, nagyon komoly szociális ellátórendszer működik a hagyományosan, szóval a következő időszaknak egy fontos kihívása és lehetősége is lesz, hogy akik rászorultak, azoknak még többet tudjunk segíteni, akik meg egyébként nem rászorultak, azokat meg nem feltétlenül kell ebből a rendszerből támogatni, mert ezt nyilvánvalóan nem tudjuk a végtelenségig tenni. Köszönöm, hogy meghallgattok, hogyha van kérdés, akkor teljesen természetesen válaszolok rá. Arra kérek mindenkit, hogyha van hozzászóló mikrofonunk van-e? Ott van, és akkor a nevet szeretném kérni, és az utcaház számot. Köszönöm szépen.
Tessék, parancsoljon. Szeretettel fordulok a testületüléshez. Tartalmas volt a polgármester úrnak a város szinten a fejlesztés, de szeretnék egy olyan dolgot elmondani, hogy a Dorogúton végén van az a buszmegálló. És hát a rendőrség előtt nagyon szépen jól néz ki a járda, de a Dorogúttól befele a buszmegálló hátameget, ott kérem, vagy 70-80 méter közt, már ott mondták a lakók, hogy több ízbe bejelentették, és sajnos évek óta nem történt semmi. Mert sok rokkant ember megyen ott kocsival, vagy van ilyen elektromos biciklivel, meg mennek kisgyerekes anyák is a buszok, és nem lehet a járdán, mert járdalapok vannak lerakva, az is két sor, és 25-30 centi eltérések vannak. Sajnos este már én is mentem, ott nem be voltam rúgva, de én is elestem. Sajnos. Ez az egyik kérés. A másik kérés, nagy örömmel vettem, mentem a szőlőbot keresztül Gélák úr, rég ott volt 4 vagy 5 emberrel, mérték felfele, hogy majd ide a Lidi lejáróhoz, ott ahol az emlékmű lett építve, hogy oda majd fog jönni ilyen téllámpa vagy ilyen megfigyelő. És meg is kérdeztem tőle, hogy azt mondja, azért vagyunk itt, mert kíváncsi voltam, hogy hát mi lesz, miért vannak itt ilyen sokan. És azt mondta, hogy úgy néz ki, hát az is a rendőrség elébe került. Nincsen bajom a rendőrséggel, hál' Istennek, de oda is jó volna, ha lenne ott az Ebránál, mert azért, hogy hát már volt is kisebb baleset, sajnos, és meg nem állnak meg az autók. El tudom mondani, hogyha megáll 50-60% aki forgalomba ott megyen a kocsi, akkor talán még sokat is mondok, hogy átmenjen a gyalogos. A harmadik kérésem, Hajdúdorog meg Hajdúnánás közt ugye meg lett építve ez a bicikliút, vagy a, igen, a kerékpárút. És hát megcsinálták Nánásról is egy darabon, már Dorog fele, Dorogról is valameddig itt erre, Nánás fele. 2 méterre, 3 méterre, úgy ugranak a biciklik, hogy az csoda. Minden, hogy fel van a fagy felszitta, vagy billetvéle, a tagadásokat csinálták már. És ennyi kérésünk volna, hogyha lehetne ezeket így megvalósítani, mert nagyon sok fejlesztést elmondott a polgármester úr, de azért ott, mint a 230 lakosok, vagy már többen vagyunk, akik ott lejárunk, úgy ott úgy el vagyunk, úgy egy kicsit úgy a várostól távolítva egy kicsit. Bocsánat, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Itt elől. Tessék parancsolni. Hozzák a mikrofont. Köszönöm szépen. Pata Istvánné vagyok, és előre azt szeretném mondani, hogy nem csak az én saját véleményemet tolmácsolom, meg kérdésemet, hanem abban a környezetben lakóknak azt hiszem, hogy elég sok ember véleményét. És leírtam, hogy valamit nehogy kifelejtsek. Nem a memóriámmal, meg a szókincsemmel van probléma, így egyszerűbb. Nem vagyok politikus, hogy visszafele mutogassak, de most mégis azt teszem. Volt idő, amikor a képviselők összehívták annak a körzetnek a lakóit, akik bizalmat szavaztak személyükre, és néha-néha lakossági fórumot szerveztek. Igaz, nem mondtunk rá a sok meghallgatásra, de mégis volt lehetőség elmondani kisebb és nagyobb problémáinkat. Most élek a lehetőséggel, és megosztom önökkel. Szeretném megkérdezni, hogy a város mely évi költségvetésébe kerül be annak a földútnak a rendbetétele, ami a Hajdú és az Ahimandrás utcát köti össze. Sokan mosolyognak rajtam, amikor azt mondom, hogy a tanyáról jöttem, vagy oda megyek, amikor a város központjában van dolgom. Ez az utca a Senkik utcája. Pedig ez is Nánás. Sár, parlagfű, utcára kifolyó trágyalé, cikázó patkányok, szalma, kukorica, szénabálák. Utcára néha kikilátogató harci kutya.
mezőgazdasági gépek, járművek, szemetes árkok, balesetveszélyes járdák. Télen, nyáron gőzölgő trágyadombok, amelyek néha-néha a kerítés tulajdonos kerítését próbálják áttörni kisebb-nagyobb sikerrel. Ennyi, egy kicsit dióhéjba, de sorolhatnám még. Lesz-e szennyvízcsatorna az Ahimandrás utca 31 számtól az utca végéig? Örömmel vennénk egy jó páran, akik ott lakunk. Én legalábbis 84 óta lakom ott, de 75 óta ismerem annak a környéknek a problémáját, hisz 75. január 1-je óta én a Baross utcai iskolában tanítottam. A Baross utca és a Honfoglalás utca kereszteződésénél található három darab szelektív hulladékgyűjtő. A szándék dicsérendő. Sajnos néhány nánási polgár nincs tisztában a használatukkal. Körbe dobálják telepakolt zsákokkal. Amelyek sokszor orfacsaró bűzt árasztanak. A kitett figyelmeztető táblát figyelmen kívül hagyják. Például ma láttam, fedeztem fel, hogy a kiírást valaki nagyon szépen leszette, de hát szerintem még begyújtani se volt elég azzal a papírral. Vagy analfabéták, vagy mások környezetét direkt szennyező élőlények. Az Arany János utca sem a tisztaságáról ismert mostanában. Az utóbbi években, igen, nagyon szemetes lett a környékünk. Régebben az utcánkban és a környéken lakossági összefogással csináltattuk meg az utat, vezettettük be a gázt, a vizet. A város központja megújult. A fürdő környéke szintén nagyon szép. De a mi utcánkban és a környékén is megfordulnak fürdővendégek, és látják a szomorú valóságot. Az árkokat a lakóházaknál ugye a tulajdonosoknak kell rendbe tartani, és a zöld területet. Ez a mi részünkről így is van. Sajnos kéretlen prókátorok hatására össze-vissza ásatták a közmunkásokkal. Amit eddig nagyon szépen lehetett fűnyíróval vagy kaszával karban tartani. Sikerült a jót is elrontani. Ha tőlünk elvárják a rendezett házkörnyéket, mi is elvárjuk, hogy megkérdezzék, igényeljük-e az ilyen segítséget. Járdaépítésnél, aminek örülünk, telepakolták sittel az árkokat. Hadd örüljön az állam polgár, ha nyírni szeretné a zöldet. Meg vegyen minden héten vagy minden hónapban új fűkaszát. Az úttest olyan állapotban van, ami balesetveszélyes. Amit most elmondtam önöknek, a környéken lakók véleményével megegyezik. És ezt már az elején is mondtam. Nem azért írtam le és olvastam fel, mert ugye másképpen nem tudtam volna, de ez már nagyon-nagyon régóta érlelődött bennem, és a környék lakóiban. Nagyon szép, nagyon örülök, meg minden itt végig kísértem a polgármester úr tájékoztatóját. Ó, csak úgy röpködnek a milliók. Hát én kisember vagyok ahhoz, hogy mint nyugdíjas tanító, hogy ezekhez az összegekhez felérjek, de néha-néha olyan jó lenne, hogy mindenki beosztja a saját idejét, szabad idejét, nem akarok senkit befolyásolni, de néha-néha, hogy a perifériára kijönni, nem autóval, Audival, meg Volkswagennel, meg különböző márkájú autókkal, hanem cufúz, gyalog, és széjjel nézni, és esetleg megkérdezni az ott lakó embereket, hogy emberek, van-e valami problémátok?
Mert lehet, hogy a képviselőinknek vannak fogadó órái, nem tudom. Majd kesik a szemem, mindig nézem a Nánási TV hirdetését, adásait, hogy hát ha látok egy olyan kis betűs részt, hogy ennek a körzetnek a képviselője ekkor meg ekkor fogadó órát tart. Lehet, hogy én vagyok idétlen. Lehet. De eddig nem találkoztam ilyen hirdetéssel. Tehát én nagyon szeretem ezt a várost, a szülővárosom. Igaz, hogy nagy kanyarral kerültem vissza 75-ben, óvodásként mentem el, felnőtt, képzett tanítónéniként kerültem vissza, és nagyon örültem. És nem is szándékszom innen elmenni. Az már más dolog, hogy sajnos a fiúk, meg a fiatalok igyekeznek innen elmenni. De majd meg leszünk valahogy. És én már olyan régóta készültem egy ilyen közmeghallgatásra. Nem szeretek gáncsoskodni, én ritkán szólok, akik ismernek, de az igazság érzetem néha nagyon berzenkedik, hogy gyönyörű, nagyon szép belül itt a város, nagyon szép, a fürdő, nagyon szép. Na igen, de közte vannak ám lakók, és nekünk is vannak ám igényeink. És mindig azt szoktam mondani, hogy nem az igényeimmel, nekem sem, meg ott nagyon sok embernek nem az igényeivel van a probléma, hanem mondjuk a busztárcájával. Mert egy kicsit ki lenne jobban tömve, akkor lehet, hogy ismételten lakossági összefogással haladnánk valamire, továbbra is, mint annó. De semmi. Semmi. Tehát Dióhéjba ennyi volt a véleményem, jelzem, nem csak az enyém, hisz a környéket, a környéknek nagy részét tanítottam. Névre szólóan ismerek mindenkit, unokát, nagymamát, szülőt, apát, anyát, mindenkit. Tehát az ő kérésüket is tolmácsolom, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm további hozzászólási szándék. A nevem Jene István, a Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelme Egyesületének titkára vagyok. Egyesületem képviseletében kértem szót az éves költségvetés kapcsán. Bár túl sok mindent nem tudok mondani, hiszen ezek sarokszámok, amelyeknek a részleteit én nem ismerem. Majd nyugtával tudjuk dicsérni a napot, bízva a képviselőtestület bölcsességében. Azonban elvárjuk, hogy azokat az adóforintokat, amelyeket sokan nehéz körülményeik ellenére is tisztességgel megfizették, kérjük, hasznosan használják fel ezeket a pénzeket. Más, ami a város lakosságának széles rétegét érinti, ez a városi tüdőszakrendeléssel kapcsolatos anomáliák. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy 3 hónapos vagy még ennél hosszabb intervallumra kapnak a betegek előjegyzést a rendelésre. Erről kellő tapasztalatom van, személyes érintettség okán 2017. január 11-én kértem kontrollvizsgálatra időpontot, és írd és mond, 2017. április 25-re kaptam időpontot a vizsgálatra. Ez elfogadhatatlan, és az is személyes érintettség okán, hogy egy korábbi tüdőgyulladásom kapcsán, mert nem éreztem jobbulást, a házi orvosom sürgőséggel kért vizsgálatot. Az asszisztencián történt lejelentkezésem után az asszisztens a másik helységbe lévő doktornőnek jelezte érkezésemet, és az kiüzente, hogy már pontosan nem emlékszem, több mint egy hétre adott időpontot vizsgálatra. Én ezt nem fogadtam el, és hosszas vita után végül is fogadott a doktornő. Ilyen esetben, mint az enyém is, hogy korábban tüdőemboliával kezeltek 2 héten át, a kórházi szakorvos felhívta figyelmemet, hogy fokozottan veszélyeztetett vagyok megfázás esetén. Hát látni kellett volna a kórházba, hogy
naponta visznek egy-két-három embert letakarva, biztosan aki illetékes, azért jobban körbenézne. Azt követően, hogy kutakodtam ezügyben, egy rövid ideig tudtak adni időpontot egy hónapra. Sajnos azonban, mint azt korábban is említettem, több mint három hónapra adnak jelenleg időpontot. Korábban Szabó főorvosnő idején egy-két hétre adtak időpontot. Úgy tudom, hogy Hajdunánás lakossága nem szaporodott, és Hajdu böszörményt sem kapcsolták Nánáshoz, hogy ilyen nagy távlatokba kellene adni időpontot. Tehát összegezve tenni kellene valamit ezügyben, mert elfogadhatatlan, hogy az illetékesek ezt az álláspontot fenntarthatónak tartják. Kérem polgármester urat és a képviselőtestület tagjait, hogy rendezzék ezt a helyzetet, ugyanis ezt ismétlem, nem tudjuk elfogadni. És még valamit. Kérnénk, hogy úgy az ünnepek táján a rendelőintézet ajtajára a rendelési időpontot kiírni szíveskedjenek az illetékesek, ugyanis láttam, hogy egyik-másik ünnep közelébe rángatják a bejárati ajtót, de az zárva van. Köszönöm, hogy meghallgattok. Köszönöm szépen. Van-e még további hozzászólási szándék? Máró Lajos vagyok, a munkácsi 10 per alatti lakos. A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban nekem egy pár gondolatom. Például ott van a Nyíregyháza utcán a Dobó Istvántól a Tulipán sarkáig, a járdás oldalban nincs árok. Nem is az a lényeg, hogy kéne, hanem körülbelül a közepétől számolva a csapadékvíz a járdán folyik el, most is az olvadásos időszak alatt. Ott körülbelül olyan 10-15 centi van. Jönnek a gyerekek, nem tudnak elmenni, kimennek a köves útra. Ez az egyik. A másik oldalában a Sátorhegyi ház, vagy hogy mondjam, a Tulipán és a Nyíregyházi saroknál, ott körülbelül egy olyan 5 négyzetméteren, ha nincsen 30 centis víz, akkor egy centise. Tegnap nagyon meglepődésem, és sajnáltam azt a gyereket, fordult az autó befelé, és betakarta vissza. Nem szándékosan, becsapta vízzel. Szabályosan, mintha a fürdőbe lett volna a gyerek. Ott is a vízelvezetés nincs megoldva. Ha jövünk lejjebb, az új élet előtt a járda megsüllyedve, ott megint körülbelül egy 10-15 centis víz áll. A Vörösmart és a Tulipán sarkán van egy ilyen átjáró, egy hídgyűrületéve, két oldalt megmagasítva, olyan 20-25 centi magas, annak a közepén megsüllyedve. Ha szintén ott áll a víz, a gyerekek mennek kifele, és akkor kerülgetik ki. Ezt az egyet, én mondtam már ott, akik ott dolgoztak, hogy ha más nem, azt a betont ott megfúrnák, vagy valami, hogy a csapadékvíz le tudna menni. És még a másik, a Tulipán sarkán levő szennyvíz, vagy mondjam, csapadék összegyűjtő, hát az majdnem tele van, mert ami fentről hozza le fel a hordalékot, az szintén el van tömülve. A másik pedig a Munkács utca 12 szám alatt megkezdett egy építkezés, és az ott lakó a hídgyűrűt nemhogy kitakarította, hanem még az udvarról levő téglatörmeléket kivitte, és 10-12 méter hosszan, olyan 3 méter szélesen a kerítéstől a köves út szélig fertőtötte. Én a hivatalban voltam bent, azt a választ kaptam, hogy majd megoldódik. Hát ha nem tudják megoldani, én betömetem a saját árkomot, majd máselőbb meghagyáljunk meg a víz. Ez. A másik, ha pedig ott van a Kazinc utcán, vagy kint a Tégláskertben is, az illető ott felejtette egy-két heti, vagy kétszeri, vagy háromszor alkalommal a fűnyírás alkalmával a füvet, már fel tudták szólítani, hogy takaríts el, mert megbírságolják. Köszönöm a meghallgatást. Köszönöm szépen. Röviden válaszolnék ezekre a fővetésekre, de Sanyi bácsi, egy pillanat, majd válaszolok, aztán maga jön. Jó? Úgyis hosszabb lesz. Generálisan azt szeretném mondani, hogy tisztában vagyok vele, hogy Hajdunánáson a járdák és a főleg a mellékutaknak az állapota rendkívül rossz. De itt 100 kilométernyi járdáról és 100 kilométeresnyi közútról beszélünk. Ez ilyen nagyon egyszerű becsléssel is sok 10 milliárd, nem milliárd, sok, de milliárdos nagyságrendű felújítás fog igényelni. Nem egyszerű, most az elmúlt években a közfoglalkoztatási program keretei között próbáljuk a
árkokat, a járdákat és a utakat is javítani. Ez látszik, hogy nem elegendő, itt valami nagyobb lélegzetű dolgot kell majd tenni. Én azt gondolom, hogy de szemmel láthatóan néha ez is visszatesztés kelt, mert egyébként egy ároknak nem feltétlenül az a legfontosabb funkciója, hogy lehessen nyírni az oldalát, annak el kell vezetni a vizet, az a legfontosabb verziója. Ha elég sokáig nem nyúlnak hozzá, akkor egy előbb-utóbb befüvesedik, és kialakul egy aránylag szép állapot, de az ároknak a legfontosabb funkció, hogy a vizet elvezesse. Ahhoz bizonyos időközönként ott a felgyűlemlett iszapot azt el kell távolítani. Ahol lehet, az a legjobb megoldás, hogy vagy csak takarítás van, de a legjobb megoldás, amikor szilárd meddűvé lehet tenni egy árkot, mert az a hosszú távú és végleges megoldás, mert az megadja az ároknak a megfelelő szintjét, és bármikor lehet takarítani. Ezzel én tisztában vagyok, ebben szerintem van egy komoly lemaradásunk, de én azt gondolom, hogy összességében, amit elhangzott, azért talán erre is érvényes lehet. Alapvetően megint egy picit közösségként kellene gondolkodnunk. Én nagyon sokszor látom azt, tudom, hogy a rossz szomszédság az egy rendkívül nehéz szituáció, nagyon nehéz kezelni. Sokszor kerülünk ebbe a helyzetben, de hogyha mondjuk utcaszinten képesek lennének az emberek együtt gondolkodni, és szerintem meg kell azt tudnunk tenni, hogy újra kell indítani ezt a tiszta utca rendes ház mozgalmat, ez valamikor a Vöröskereszt csinálta, de lehet, hogy lehet tanulni, és szerintem újra kell gondolni azt, hogy egyébként azt, és itt, ugye itt megint arról kell beszélni, van a városközpont, és tudom, mindig van ez az ellentmondás. Azt kérdezik tőlünk, hogy miért van az, hogy itt a városközpontban lenyírják a füvet, egyébként a város minden lakás előtt meg nem. Miért van az, hogy itt a főtéren sepregetnek, és köztisztasági takarítás van, és miért van az, hogy egyébként az utcák nagy részén pedig nem seprik föl az épületek előtt a járdát. Miért van az, hogy a városközpontban letakarítják a járdát a hótól, és miért nincs az, hogy az egész városban a járdákat még nem tudjuk letakarítani? Mert ez fizikálisan lehetetlen. Továbbá is azt gondolom, hogyha rendezetlenek az utcák és szemetesek, alapvetően ez szerintem városi ügy, de elsősorban az ott lakóknak a igénytelensége is benne kell, hogy legyen. Ebben szerintem az a fölvetés, hogy a város segítsen olyan rendszert kialakítani, hogy figyeljünk oda, és mondjuk, hogyha a lakosság tenni akar, és mondjuk van egy takarítása, amikor azt mondja egy utca, hogy szeretnék az utcájukat rendbe tenni, de mondjuk a zöld hulladékot nem tudják hova tenni, akkor azt gondolom, ott nagyon fontos, hogy az önkormányzatnak legyen szerepe. Szeretném elmondani, és szeretném innen is megköszönni, hogy a tavalyi évben volt, azt hiszem, amikor a Fürdő utcának a rendbetétele történt, akkor civil szervezetek jöttek ki, és azok segítettek, és azok tettek azért, hogy a Fürdő utca egy kicsit jobban nézzen ki. Én hozzám, hogyha valaki bejön mondjuk egy utca képviseletében, és azt mondja, hogy polgármester úr, szeretnénk, ha az utcánk egy picit szebben nézne ki, kaphatunk-e az önkormányzati segítséget, én azt gondolom, ezt nem fogom elutasítani a saját lehetőségeimhez mérten. De én ilyen nem tapasztalok. Nem jön be úgy valaki, hogy mondjuk összebeszéltünk az utcába 20-an, és mondjuk szeretnénk világosítani az utcát, és szeretnénk rendbe tenni. Ilyenre nem találkozom. Azzal találkozom, hogy miért nem csinálják meg a közmunkások, és miért nem nyírják le előttem a füvet. Mert nem tudjuk mindenki előtt megtenni. Hozzáteszem, ezzel együtt, hogyha ön úgy látja, hogy ez a probléma létezik, akkor ezt el tudom fogadni, nem ezzel vitatkozom. Ön így látja ezt a helyzetet, egészen biztosan, mi ezt nem tudjuk mindenki előtt garantálni, hogy lenyírjuk a füvet, kitakarítjuk az árkot, és rendezett környezetet teszünk. Ez alapvetően az azoknak az embereknek a dolga, akik ott laknak. Ez az alapvetés. Természetesen, hogyha van valami nagy feladat, ott meg nekünk is helyt kell állni, és még egyszer hozzáteszem, hogy a járdák meg az utaknak az állapota pedig én magam is azt gondolom, hogy kritikán aluli, mert hogy sok magyarázat van rá, de nem fogok most magyarázkodni, én is így látom, de nem látom azt az anyagi forrást, amiből ezt most meg lehet tenni. Sokszor megkérdezik, és ugye itt elhangzott, hogy itt sok száz millió forintról beszéltünk, azt látni kell, hogy ezek pályázati források. Vannak bizonyos célok, amire lehet pályázni, meg vannak, amire nem. Erre sajnos nem tudunk pályázni. Amikor tudtunk, akkor, és azt gondolom, hogy ez mindig is így volt, hogy jelentős mértékben pályázati forrásból lehetett utakat felújítani. Ez egy nehéz ipar, itt minden méter, minden kilométer nagyon sok 100 millió forintba kerül. De ezzel együtt egészen biztosan vagy ennek, vagy a következő testületnek nagyon fontos feladata lesz,
hogy honnan lesz arra forrás, hogy ezeket a utakat, ezeket a járdákat újra meg lehessen újítani. Itt elhangzott a Dorogi úti buszmegálló, meg fogjuk nézni, és én azt gondolom, hogy ezek azok a kisebb beruházások, amikre van esély. De hogy értsük, mert ugye sokszor kapom azt, hogy bementem a műszaki irodára, mondják nekem, és még eltelt 2 hónap, és nem történt intézkedés. Alapvetően most úgy történik, ugye azt arról beszéltem, és erről most már hosszabb ideje is beszéltünk, hogy alapvetően a városüzemeltetési feladatokat közfoglalkoztatási forrásból látjuk el. Egyszerű oka van, kapunk hozzá forrást, kapunk hozzá pénzt és eszközöket, lehetőséget. Annak úgy működik a tervezése, hogy általában november-decemberig beérkező igények, ez lehet a műszakiroda, lehet képviselői igény, és lehet lakossági igény, ami beérkezik, ez összegződik, ez kerül betervezésre, hiszen nem úgy általában pályázunk, hanem pontosan meg kell mondani, helyrajzi szám alapján is, hogy hol fogunk tevékenységet folytatni. És azt bevisszük a tervtárgyalást, azt elfogadjuk, és a következő évi közfoglalkoztatási programban ezek az útszakaszok, ezek a járdaszakaszok tudnak megújulni, amire kapunk lehetőséget. Az idei évben fölmerülő problémákra, hogyha mondjuk az nem életveszélyes, akkor a következő évi közfoglalkoztatási programban tudjuk tervszerűen megtenni. Az a felvetés egyébként most, ha nem is most, de én azért engem érdekelne, hogy ki volt az, aki azt a tájékoztatást adta, hogy az ároknak a betöltése az, mondjuk abban nem tudunk intézkedni, mert szerintem ez én is azt gondolom, hogy az lehetetlen. Hogyha valaki... Jó, szerintem ezt majd beszéljük, mert engem érdekel, de most ne hozzunk senkit abba a helyzetbe, hogy itt most nevet mondjunk, mert szerintem akkor, amikor egy árok betöltésre kerül, akkor szerintem az egészen biztosan az a kategória, amit nem lehet eltűrni. Mert hogy azt gondolom, hogy ez megint egy közösségi kérdés, hogyha van egy árok, ami arra szól, hogy a vizet elvezesse, valaki úgy gondolja, hogy az feltölti, mert ő ott füvet akar nyírni, akkor az egész árokrendszernek a funkcióját ellehetetleníti. Ez nem lehetséges, és azt gondolom, hogy nem is tűrhető. A tüdőgondozó kapcsán és az egészségügyi ellátás kapcsán én azt gondolom, hogy azt mondani, hogy Hajdúnálláson a közegészségügyi ellátás hibátlan, az butaság lenne, hiszen biztos, hogy van olyan dolog, amin lehet javítani. Látjuk is, és azt gondolom, hogy dolgozunk is ezen. Az elmúlt években önerőből sok 10 millió forintot fejlesztettünk olyan eszközöket, amelyekre nem volt fejlesztési lehetőség, de azt gondoltuk, hogy olyan diagnosztikai eszközöket kell beszereznünk, ami egyébként érdemlegesen tudnak segíteni a gyógyításban. Másrésztről pedig olyan új rendelések indultak el, amik korábban nem voltak, és azt gondoltuk, hogy ahhoz, hogy minél magasabb szintű ellátást kapjanak a város lakosai, az hozzátartozhat, és keresjük ennek a további lehetőségét is. A tüdőgondozó tekintetében azt a tájékoztatást kaptam most Erzsikétől, hogy akinek sürgősségi beutalója van, azt azonnal megvizsgálják. A kettő az együtt lehet, egyszerre két állítás. Az egyik az orvosi rendelőnek a vezetőjétől hangzik, a másik egy lakosság észrevétel. Nem vonom kétségbe, hogy abban az esetben ez így történt, de azt a tájékoztatást kaptam most, hogy sürgősség esetekben azonnal el kell, hogy lássák, hogyha valaki rendszeresen jár és orvosi felügyelet alatt van, ott pedig 6 hónap. Valóban. Ezt majd meg kell néznünk, hogy ezen mit tudunk változtatni, vagy mit kell változtatni. Nem vagyok ebben szakember. Én azt látom, hogy mint ahogy az elején beszéltem arról, hogy a tüdőgondozót szeretnénk behozni az orvosi rendelőbe, lehet, hogy ezen is tud majd javítani. Egészen biztosan a röntgenkészüléknek a közelség azt szerint tudja ezt a helyzetet javítani. Én korábban hallottam arról, hogy itt volt egy orvoscsere talán, és akkor én azt mondom, hogy a István ezt többször jelezte már, hogy neki ebben van elégtelensége, vagyis hogy nem elégedett a mostani szolgáltatással. Én azt gondolom, hogy az orvosi szolgáltatás is valahol szubjektív, mert lehet, hogy ugyanarra az orvosra mondjuk egy másik ember meg azt mondja, hogy a világ legjobb tüdőgyógyásza. Innen ezt nem akarom megítélni, szerintem a intézmény vezetőitől fogok ebben tájékoztatást kérni. A szakmányosságot megvitattuk, hanem az időpontot. Több mint 3 hónapra. Jó. Ez elfogadott. Én ezt elfogadom, én tájékoztatást fogok kérni az intézmény vezetőit, és írásba fogom Jene Istvánt tájékoztatni.
Azt nem nagyon értettem, Jön bács, hogy mi került a rendőrség elé? A zebra, vagy a világítás, vagy a kamera, vagy micsoda? Az egy korábbi... Igen. Jön bács. Igen, szerintem lesz. De az nem szokott ilyen gyorsan működni. Szerintem egyébként szükséges. Még egy dolgot vetnék ide föl, az elmúlt napokban beszélgettünk például a sportpálya helyzetéről. Szerintem az is az idejében mindenképpen, és ez költségvetési forrást is fog igénybe venni. Nincs világítás, sok olyan megoldandó probléma van a sportpálya közvetlen környezetében is meg kell tenni, de sok ilyen hely van. De azt gondolom, hogy ezek az, amikor bejön egy igény, akkor ez a felmérés megtörténik, tervezés történik, és azért az legalább egy pár hónapos átfutásnak az eredménye, de ennek is utána fogok nézni. Sanyi bácsi következik, parancsoljon! Na, Sanyi bácsi, megkezdje akkor a dolgot. Parancsoljon, Sanyi bácsi! Hanyadik éve kérdem én ezt öntől, hogy mi legyen avval a honfoglalás utcával. Valahova én is úgy cselekszek, hogy az árkomat betemetem. Mivel... Ne tegye. Beteszem, hogy miért ne? Hát meg lehet tenni, hogy az adóért kopogtatnak, hogy adós fizes, tartozol. De az adófizető állampolgárság érdekében nincs semmi téve. Nevezetesen eladták azt a valamit ott. Nem baj az, mert a másik ember is azt mondta, hogy miért baj az, ha egy vállalat vagy egy ember egy másiknak munkát ad. Nem baj, csak ott a baj, hogy ezt a területet senki a világon nem kezeli. Itt csak a tejfelt szedik le a tejről, ha volna esetleg. Méghozzá meg ez a valaki is, aki most azt a ruhagyárat is üzemelteti, műszakosztálynál voltunk, meg önnel is beszéltünk, le is rajzoltam, hogy mi a hiba. Sőt, mi több, olyan doboz van előttük, ami tűz és robbanás veszélyes. Azért hagyják az utcán kívül azt az aknát, de azért, hogy azt könnyen megközelíthetik veszély esetén. Ez esetben semmi a világon nem történt. Annyi, hogy amelyik a dobozt körül kerítette, azt a dobozt még szűkebb kerítéssel vették körül, a Dománfa iskola. Ráadásul kitették az utcára a kerítést. Igen ám, de már az közterület is. De azt itt tudta a vállalat vezetője, meg tudja a tanács is, hogy az azért volt úgy hagyva, még a Dózsa teljes idejében is, hogyha jön Jóska, vagy Pista, vagy haver, vagy koma, akkor beállt a parkolóba, volt parkoló. Most nagyon rosszul néz ki a helyzet, mert nagyon sok olyan betegasszony ember van, aki egyensúly zavarjával működne, de nem tud elmenni. Ki kell menni a forgalomba. Egy. De még az, hogy ki. De a víz oda folyik le az én bejáromhoz, egészen a bautól. Az se baj. Mert betemetem az árkot, vagy kiverem a köves útat, hogy mégiscsak betör a víz az áromba. Betörjék. Nem tör be. Nem merem megcsinálni. De az, hogy betemetem, az biztos. Ráadásul ez a, már most kivonatva az egész udvar. Annak a valaminek, a ruhagyának. Nem hiába, hogy fel is. Most ezek ott a közterületen késmérték már, hogy mennyivel kerítették, így vagy úgy, vagy így, de mind a közterület. Nem tud elmenni az egyensúly zavarba szenvedély a boltba. A mozgáskorlátozott nejem nem tud elmenni, mert ki kell neki menni. Meg akkor jön az autó. Arra 50 km sebesség, korlátozás, ki van a tábla, oda ott ír. Meg mutass, hogy gyalogos köz, a nagyosabban megy. Csapja fel, élvezik az ilyet, vagy mi? De a lényeg az, hogy
Mi a fenének kell akkor kopogtatni olyan helyeken, ahol se árkot, semmit a világon nem, a műkű vagy mit tudom én, miket telihordták a házat. 60 centi lábazatnak kék lenne az én házamnak. 25 centire feltöltötték már. Elvittem egy hosszú, elkértem egy hosszú vízmértéket, azt ráfele van vezetve a házra. Én csak hallgatózok éjszaka, hogy ha, most is roppant, most ül a ház. De nem is azért. Azért, mert ez a sok kő, hogy a ház megéj, 70 centi sincs meg. Oda berakták ezeket a köveket, onnan nincsen Isten macskája, aki kifogja. Értem? Annyi a patkán, hogy nem tudok véletlenül sem még a macskának vagy a malacnak mire adok, csak nézem, mint hátul van. Megkorva isnak. Hát a malacnak megcsép az órát, nem tud enni a sok patkántól. Azért, mert az is vállalat. Engem nem érdekel, hogy milyen vállalat. Gondozzak területet, meg takaríts el, meg ne álljon a közterületen, vagy pedig jelöljük ki, az park, legyen parkoló. Nekem mindegy, de azt a figyelembe kell venni, hogy nagyon sok beteg asszony, ember van, aki mozgásába korlátozott is, el szeretne menni a bautjába. Nem tud elmenni. Köszönöm. Nem olvasom föl, amit a kollégáim írtak a testületülés előtt, hogyha Sándor bácsi. De mégiscsak. Ugye ebből a írásban az derül, hogy az árok az vízjogi engedélyes. Én arra biztatám Sándor bácsi, hogy ne temesse be, mert abból... Hát, én arra biztatom... Hát, szerintem... Szerintem ez fontos, amit most mondott Sanyi bácsi, hogy a jogok meg a kötelességek azok párba járnak, és ez nagyon fontos. A parkoló az telekhatáron belül van, írják itt nekem a kollégák, hiszen ezt megnézték, és én azt gondolom, hogy itt inkább arról van szó, amit az elején mondtam, hogy a rossz szomszédság az egy nagyon nehéz dolog. Ezt nagyon nehéz megítélni. A patkányírtásról meg annyit tudok mondani, hogy alapvetően ez egy városi probléma. Itt most a TRVZ-től kértük, hogy közösen egy időben próbáljuk meg, hiszen egyrészt a csatornákban, másrészt meg a közterületeken is kell végrehajtani patkányírtást. Ezt rendszeresen tesszük, de azt gondolom, hogy még összehangoltabbnak kell ennek lenni. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban volt arra lehetőség, hogy be lehetett jönni, és lehetett ilyen írtószert kérni. Sokan éltek ezzel, de szerintem egyébként alapvetően, ez, hogyha megint ugyanoda lukadunk ki, minden kertben nem lehet bevenni, és nem lehet a patkányokat írtani központilag. Itt megint egy picit a saját felelősségünk is megáll, hogy egy adott ingatlanban lakunk, mondjuk egy kertes házba, ott mondjuk, hogyha elhanyagolt épületek vannak, ezek az állatok felszaporodnak, ez egészen biztosan. Ahol meg állattartó telefon a közelben, az meg még súlyosabb eset. És ez valóban nem csak külterületen, vagy nem csak város szélén, ez a város központjában is előfordul. Én napközben is láttam sajnos, azt hittem először, hogy macska, de aztán kiderült, hogy patkány. És ez egészen biztosan nem jó van így, ebbe biztos tenni kell valamit. De hozzáteszem, hogy alapvetően, hogyha valaki állattartással foglalkozik, az még egy koncentráltabb dolog, mert az állatoknak a takarmányára még jobban begyűlnek ezek az állatok. Ott folyamatosan kellene ezt a mérgezést tenni. Erre biztatom Sándor bácsit is, mert szerintem az fontos, hogy a jószágot ne a patkányok között tartsuk. Köszönöm szépen, van-e további hozzászólási szándék? Tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Nagy Lászlóné vagyok, Honfoglalás utca 65 szám alól. Mint ahogy már az előző hozzászólásokból is hallottuk, a Honfoglalás utca és az összes terület, ami ezt perifériának, külső perifériának nevezett, azt hiszem, hogy azzal nem túl sokat foglalkozik senki. De senki a világon.
ugyanis elkezdték, és én nagy örömmel vettem tudomásul, amikor a Honfoglalás utcán elkezdődött a járda, illetve az árok kibetonozása. Tehát ezekkel a kockakövekkel. Igenis, megcsinálták pontosan, vagy 200 méteres szakaszon ősszel. Még gyönyörű idők voltak, ott abba is maradt. Én kérdeztem, hogy miért nem csinálják tovább. Az volt a felelet, kezicsókolom, nincs anyag. Igen, nagyon szép dolog. Azt a pár métert már a Rákóczi utcáig nem lehetett megcsinálni. A következő mondani valóm. Amikor akármelyik helyen járok, akár a Baross utcán, megcsinálták ugyanezt, egy patkát tettek rá, tehát egy ilyen beszekték magyarul. Itt ez nem történt meg. Ha ismeri valaki a Honfoglalás, illetve a Nagykörút részét, akkor bizonyosan tudja, hogy az milyen állapotban van. Én 1964 óta lakom ott. Én még felújítani azt, csak fódozgatni láttam. Oly keskeny, ott járnak el éjjel-nappal azok az óriási kamionok, teherautók, és most hiába csinálta meg, ki lehet jönni. A képviselőnk tegye fáradtságát, jöjjön ki, nézze meg. Dugig van sárral. Nem férnek el egymás mellett, tele nyomják sárral. Még hogy sárral? Becsapják az egész házat. Sárral, vízzel, úgy, ahogy van. Én nem tudom, hogy mi nem tartozunk a város szívéhez, mert én úgy érzem, hogy nem. Ugyanúgy fizetünk, mint itt bent a városban. Ugyanúgy. Köszönöm szépen, ezt akartam, az egyik, a másik. Van nekem egy olyan kérdésem, itt nem hangzott most el, de a képviselő testületi ülésen megfogott. És ez nagyon-nagyon szép dolog, mert elöregedett város vagyunk, sajnos, ledolgoztunk, illetve sajnos én nem tudtam, de a párom ledolgozott 46 év, 156 napot. Nem tudom, hogy még egyszer elérje, 75 éves lesz ma hónap, a 100 000 forint nyugdíjat. Mert biztos nem, pedig becsülettel dolgozott, soha senki a városba. Úgy hívják, hogy Nagy László nem látta részegen, soha. A város érdekében mindig tett, ingyen futballozott, a város szórakoztatta, és amellett dolgozott, és ellátta az embereket, nem igen volt a városnak, vezetőinek vele problémája. És mégis azt szeretném mondani, hogy miután most ki tudunk menni, öregek, a fürdőbe, hogy kezeljenek bennünket becsülettel, mert becsülettel kezelnek, tisztaságban, minden köszönet. De azt, hogy 400 forintot kifizetek azért, hogy 2 óra hosszát eltöltsek, mert gyalog nem bírok kimenni, mert 22 éves korom óta vagyok, 97%-os aszmás, nem bírok kimenni. Hogy nem lehet azt megállapítani egy órával, vagy bármivel, hogy kevesebbet fizessek? Tudom, hogy nem sok, de az én nyugdíjamból, illetve a miénkből, akik soha nem érjük el azt, hogy 200 ezer forint legyen a nyugdíjunk kettőnknek, hogy tegyünk félre, hogy ezekre a dolgokra fordíthassunk? Hogy tegyünk? És még azt szeretném megmondani, hogy igencsak több szociális otthon, illetve otthonra, öregek otthonára lenne szükség szerintem, mert sorbaállás van. Hát én így tudom, doktor úr, hogy sokan mondanák, hogy mennének, csak a pénztárca nem engedi meg. Tehát tegyünk már ezért valamit, hogy egy kicsit azért vegyük figyelembe azt, hogy nem mindenkinek van 2-300 ezer forint nyugdíja. Nincsen, sajnos nincsen. Én ezeket a dolgokat szerettem volna elmondani, mert én úgy érzem, hogy mi is a városban lakunk, és minket is hallgasson már meg valaki. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Azt tudom elmondani, hogy az elmúlt években a árok járda felújítás jelentős része nem a városközpontban történik, hanem azokon a részeken, amiről tetszik beszélni. Még egyszer azt tudom mondani, hogy 100 kilométeres nagyságrendű árok és közút hálózatunk van. És azt is elfogadom, hogy egyszerre van az jelen, hogy van, aki bejön és azt mondja, hogy megköszönöm, mert szépen nem betették előtte az járdát vagy az árkot, és nyilván az is benne van, aki meg azt mondja, hogy nem. Ezért én csak elnézést tudok kérni, és azt, hogy megpróbáljuk fokozni ezt a tempót. Nyilván annak is van egy rendje, hogy most mit mondott, aki ott dolgozott, azt én nem tudom megmondani. Van egy rendje, mint ahogy mondtam, hogy amikor beadunk egy ilyen közfoglalkoztatási programot, akkor meg kell mondani, hogy milyen helyrajzi számokon hány métert fogunk. Ez a tervezésnek a része. Azt, hogy most éppen ott lett annak a munkának vége, de jön a tavasz, szerintem akár folytatható is, legalábbis remélem, hogy így van. A fürdő használat kapcsán a következőről tudok beszámolni. Nem tudom, hogy hol van ilyen az országban. Ma Hajdunánáson
2x15 kezelés mindenkinek jár, aminek a önrészét az önkormányzat kifizeti. Vagyis azt jelenti, hogy ha agyonálláson minden felnőtt lakos 2x15 kezelés ki tud íratni, ki kell menni a fürdőbe, van fürdőorvos, nem is kell beutalót kérni, kiírja a 2x15 kezelést, önök ingyen fogják ezt a kezelést fölvenni, és a 2x15 kezelésnek az önrészét pedig az önkormányzat kifizeti. Nem tudom, hol van ilyen Magyarországon, biztos van, de nem sok helyen. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan odafigyelés lenne a város lakosságára, ami szerintem fontos, mert akár egészségmegőrzés, akár megelőzés szempontjából is fontos lehet. Biztos lehetne még ezt a kört bővíteni, de ez is nagyságrendileg 20 millió forintos kiadás jelent a város költségvetésében. Azt a 400 forintot nem értettem, hogy mire tetszik gondolni. Mi a 400? Nem egész nap vagyok a fürdőterületén, csak amíg kezelem. Tetszik értelmezni? Értettem. Parkolási díj, szerintem ez egy örök téma, tudom. Lehet róla beszélni. Parkolási díj nem pénzbeszedési okokból lett bevezetve. 2015-ben készült el a fürdőúti beruházás, és az első évben szándékosan nem akartuk, hogy még akkor készült el, volt egy csomó kellemetlenség, és ne legyen az, hogy amit sejtettünk, hogy 2016-ban azon a veszőfutáson végig kell menni, azt gondoltuk, hogy ne legyen ez 2015-ben. Tetszik tudni, hogy mi történt? A kocsiknak a jelentős része a járdán és a zöld felületen állt. Én azt gondolom, hogy nem ezért készült. A parkolás egyébként arról szól, hogy rend legyen, és ezt a rendet valamilyen formában biztosítani kell. Nem pénzügyi kérdés. Azért nem 1000 forint, és nem 2000 forint a parkolási díj. Próbáltuk most ezt még finomítani. Én most nem tudom, téli időszakban szerintem nincs is parkolási díj. Ez igazából csak a nyári időszakot érinti. A pénzügyi kérdés lenne, akkor egész évben lenne. Azért van nyáron, mert nyáron van olyan tumultus, amikor valóban valamilyen formában szabályozni kell, ott embereknek kell lennie, és azoknak is vannak bérei, hogy legyen, vagy bérterhei, hogy legyen valamilyen rend a fürdő utcán. Szerintem az nem normális dolog, hogyha valamit szépen megcsinálunk, aztán meg jönnek kisebb, nagyobb, akár teherautóval is, és beálltak a fűnek a közepébe, akár egy nagyobb esőzés után is. Még egyszer, szerintem kellőképpen, legalábbis én azt gondolom, hogy igyekszünk a hagyonálási embereknek a fürdőhöz kapcsolódó lehetőségét szélesíteni. Nyári időszakban valóban van, amikor valaki egész nap kint van, de sem a reggeli órákban, sem a délutáni órákban nincs parkolási díj. Azt hiszem, hogy 10 óráig nincsen, és délután pedig 4 órától. Ha valaki így megy, egy fürdőt így tudja használni, akkor nem kell köszönöm fizetnie. Szépen. Tessenek parancsolni. Én szólnék ismét, polgármester úr. Én, ha jól értelmeztem, én nem igen kaptam arra választ, amit kérdeztem, hogy a Hajd utca és az Ahim András utcát összekötő földút. Tehát azt nem kell felújítani, megjavítani, az meg kellene valahogy csinálni. Tehát, hogy szilárd burkolat legyen. Az a földút rengeteg, de rengeteg köbméter salakot, építési törmeléket elnyelt. Tehát mi azt már mindennel töltöttük, mindennel próbálkoztunk, tehát azt nem felújítani, azt meg kellene egyszer s mindenkorra becsülettel csinálni. Ilyenkor tengelyig lehet járni a sárba, a nosztalgiázom, mert gyerekkoromban, amikor hazajöttünk látogatni Hajdúnánásra, a Hajdú utcán térdig meg bokáig jártunk a sárba. Na most dettó, hát egy pár tíz év eltelt azóta. Tehát nem kijavítgatni, megcsinálni. Megcsinálni. Hát az borzasztó. Az borzasztó. És lakossági összefogás. Ott a környéken egy pár embernek fel kellene nőni. Ahhoz, hogy ilyenben benne legyen. Tehát esze ágában sincs, hogy a környezetét egy kicsit szebbé tegye, hanem mindent úgy elenged. Hoppá! Hát az majd ott van az a
ez vagy az, nem akarok minősíteni senkit, majd az összeszedi, meg az feltakarítja, meg az a hülye tanító, ha nagyon bántja a szemét, mert a háza előtt dobtam el ezt, vagy azt, vagy amaz, hát majd felszedi, ha nem tetszik neki. Tehát ott tisztelet a kivételnek, nagyon nehéz lenne ilyesmit kivételezni, vagy kivitelezni, na, már nem tudok beszélni, mert bosszant. Tehát én nem akarok ott térköves burkolatot, polgármester úr, meg én sem, meg a többi sem, hanem amit 21. században normális, szerény, egyszerű környezetet szeretnénk, élhetőt. Tehát nem, azért mondtam önnek, hogy én látom, hogy fürdővendégek ott is megfordulnak. És volt rá példa, polgármester úr, nem vagyok egy szívbajos nő, lehet, hogy már rájött, de bementem a kapun, hogy ne lássák a fürdővendégek, hogy én lakom ott. Pedig nem tudták, hogy ki az a Patainé Dózsa Kati, született Hajdunánáson. De bementem, mert szégyeltem. És az az útszakasz, amit felsoroltam, különböző bálák, roncs, agyon rozsdásodott mezőgazdasági gépek, minden, ja, meg a gőzölgő trágyadombok, bizonyos munkatársai szerintem tudnak, meg emlékeznek rám. Én már nagyon sokszor megfordultam, nem csak kutyaügybe az önkormányzatnál, de hogy önnek annak idején elmondtam, én úgy alulról kezdtem volna menni a hivatalba. Végül önnél kötöttem ki. A helyzet az, ha már felhozódott, változatlan. Igaz, hogy kaptam egy csodálatosan megfogalmazott levelet, hogy az illető élőlény négy lábú kenelbe van. Hát, akár akarom, akár nem, az ebédlőm ablakából látom. Az a kutya csak véletlenül betéved a kenelbe, de változatlanul. És változatlanul kijárkál. Ahogy én mondtam, nem szeretném, ha hajdunánások, akár én lennék szenvedő alanya, engem ne tépjen széllyel egy, nem mondom milyen kutya se, hanem kezdje a gazdájánál, már bocsánat a kifejezésért, meg egy gyermeket se. Változatlan. Hivataltól kaptam egy csodálatos levelet. Megfogadtam magamnak, hogy elkezdek most már megint járkálni, de nem helybe. Segítséget kérek, mert ön, amit tudott, elindította a gépezetet, nyikorogva elindult, de leállt. Tehát nincs, aki olajozza. Nagyon sokszor megfordultam, kész, így lesepertek. Mert azért van már annyi emberismeretem, és végül önhöz kellett fordulnom segítségért. Vagy úgy voltak, hogy na, jó, elmondta Patainé a magáit, úgyis nagy szájú, meg szeret sokat beszélni, ez ilyen tanítói betegség, hát majd lesz valami. Nem, ne várjuk meg, hogy tragédia legyen. Ne várjuk meg. Semmi foganatja nincs. Be fogom kereteztetni majd azt a szép levelet, hogy a tulajdonos elmondása szerint a kutya a kenelbe van. Ja, milyen kenelbe? Nem tudom, milyen kenelbe. Tehát akkor Patainé jártatja a száját feleslegesen, meg rébuszokba is fantáziálok. Nem. Nem kell megvárni a tragédiát. Ne legyünk már benne a tévében megint. És azt az útszakaszt, meg polgármester úr, azt nem kell felújítani, azt meg kellene valahogy, nem kell aszfalt, meg most valami olyan szilárd anyag, én nem értek hozzá, ez nem az én a betűvetésre meg olvasásra tanítottam a gyerekeket, én ehhez értek még mai napig is, de én ezekhez nem, valami olyan szilárd anyaggal, hogy legalább úgy élvezhető legyen, hogy na, meg kriminális. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kati néni. Itt közben itt a technika vívványait előjön, megkerestem azt az utcát, amit tetszik mondani. Én bevallom őszintén, nem ismerem ezt az utcát, de tanult elődöm dr. Éles András tájékoztatott arról, és ezt tudni kell, hogy ugye itt úgy vannak a házak, hogy egyik része a Hajdú utcára néz, a másik az Akimandás utcára. Ezen a kis utcán gyakorlatilag nem lakik senki sem. Nem. De még egyszer, csak tisztázunk, nem lakik senki sem,
Ez egy nagyjából 100 méteres vagy 150 méteres útszakasz lehet. Emiatt maradt ki szerintem annak idején az aszfaltozásból vagy a ilyen rendezésből. Szerintem megnézzük, de mint ahogy mondtam, komoly problémák vannak ezen a területen. Itt ugye most önök itt járnak, önöknek ez súlyos probléma, meg fogom vizsgáltatni, hogy milyen költséget jelent. A kutyára visszatérve, mert ugye ez egy ilyen jellegű probléma. Ugyanazt tudom mondani, mint az előbb, hogy van társadalmi felelősségvállalás. Én nem tudok odaállítani egy embert, aki folyamatosan ellenőrzi, hogy a kutya benne van a kennelben vagy nem. A felelős kutyatartásnak megvannak a szabálya, és felelősséget is vállalni kell a gazdának, aki kutyát tart. Ezt tudom mondani. Tényleg nem tudok odaállítani. Amikor mi kimentünk, akkor megmutatták azt a kennelt, és megmutatták, hogy a kutya ott van benne. És van egy jó hírem. Nekem van egy gerebjém. Ha Kati néni szól, és az az utca azt mondja, hogy szeretnék azt az utcát rendbetenni, nekem van egy napom arra, hogy ott legyek önökkel, és együtt takarítsunk, jó? De tessék szólni, hogy mikor van az a nap, amikor ön, a szomszédok készek arra, hogy seprűre, gerebjére kapjunk, és rakjuk rendbe azt az utcát. Tessenek szólni, mert pont lesz egy napom, amikor erre ráérek. És azt tudom mondani, hogy mindenkire lesz egy napom, hogyha azt gondolják, hogy van egy utca közössége, aki szeretné, hogyha az utca szebb legyen, és ők is akarnak érte tenni. De és remélem, hogy több ilyen utca is lesz. Tessenek szólni. Nagyon kedves polgármester, köszönöm a ezt a hozzáállást. De se tűnve gergében azt a szakaszban, különösségre... Nem arra beszélek most. De még egyszer, hogyha az utca, mert hogy a szemetességéről beszélt, nem a sárról, a szemetességéről, hogyha van ehhez kedvük, jó. Tessenek parancsolni. Elfelejtettem, még polgármester. Tessék mondani, drága. Mert ugye az ember már idősebb is. Mikrofon, tessék a... Igen, mikrofon. Az idősödik az ember és elfelejt dolgokat. Én, mint ahogy mondtam, 22 éves korom óta járok a hajdonlási tüdőgondozóba, mint már Jenei úr is elmondta ezt a problémát. Én csak azt szeretném mondani, hogy nagyon is meg vagyok elégedve a tüdőgondozó dolgozóival, orvosaival egyáltalán, de csak annyit szeretnék mondani, hogy szerintem az a tüdőgondozó az egy nagyon jó helyen volt, vagy van is, mert tetszik tudni miért? Olyan betegek járnak és járunk oda, akiknek olyan helyre van szükségük, és nem a központban, a zárt területen, ahol levegő sincs. Ne tessék haragudni, ez az én véleményem. A másik, hogy a mentősöket mennyire meg lehetne kímélni, illetve a szállítási problémákat megoldani, abból kifolyólag, hogy nagyon sok esetben kellett infúziót adni, már nekem is Hajdonánáson, és nagyon sokan mondták, hogy ezt Hajdonánáson miért nem tudják megcsinálni, Dorogon, Polgáron, egyéb más helyeken megcsinálják. Nem tudom, tessék majd utána nézni, vagy kérdezni, hogy ez így van-e, mert én ezt így hallottam. Hogy akinek mondjuk 2-3 napos benfekvése van szüksége, mert van egy infúzió problémája, miért nem lehet azt itt megcsinálni? Biztos van, volna rá hely. Ezt nagyon szerettem volna megkérdezni. És mennyi szállítási problémától mentenénk meg úgy a várost, mint az államot? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, itt az egynapos ellátásról tetszik beszélni. Ugye most ezen nappali kórházról tetszik beszélni. Ugye a probléma ugyanaz, az orvosi rendelőben hely kell ahhoz, és ezt csak az orvosi rendelőben lehet kialakítani. Ezen dolgozunk most. Az intézményvezető asszony idejében most letette egy fejlesztési koncepciót. Van egy egészségügyi tanácsnokunk, aki azon dolgozik, hogy ennek a koncepciát kidolgozzuk. Ez nem egy egynapos vagy egy pár nap alatt kialakuló koncepció lesz, de szerintem ezen dolgozunk. Ezt szerintem látja maga a szakma is, hogy ez egy következő lépés lehet. Én magam részéről nem tudom megítélni, hogy milyen környezet kell ahhoz, hogyha valaki bemegy egy tüdőgondozói kezelésre, vagy egy röggen felvételt, vagy egy ilyen vizsgálatra. Én azt gondolom, hogy ott voltak azok az emberek, akik ez a koncepció kialakult akkor, és látták, és szerintem szakemberek ültek ott, amikor ez a koncepció kialakult, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Egy biztos, hogy alap ellátásra lehetett pályázni csak, és az alapellátás tekintetében, ahhoz, hogy az épület fel legyen újítva, szerintem abban egyetértünk, az épület ebben a formájában, ahogy most van, meg az udvar ebben a formájában, ahogy most van, az már nem biztos, hogy így alkalmas a gyógyításra. Én elhiszem, meg biztos vagyok benne, hogy
biztos igaza van a polgármesternek, de hogy levegőre van szükségünk, és ezek a betegek olyan ez, ezzel nem vitatkozom. Parancsolj. Köszönöm a szót. Nagy Ispán vagyok, Jegyző Nagy Imre 24. Hát mondjunk egy kis jót, és ne csak mindig rosszat. Legutóbbi hozzászólásomban is voltak egy pár problémák, amit ezúttal szeretnék megköszönni, mert durván 90%-ban megvalósult, amit kértem. És kértünk többet magammal. Most is van egy pár dolog. Kezdeném a busz végállomással, buszpályaudvar. Nincs semmi kifogás, szép, tiszta, rendezett. Csak miért kell arra két ajtó? Jobban mondom, két nagy ajtó nyílás. Kis 30 négyzetméteres váróteremben van olyan húzat, hogy ott nem lehet meglenni. Nem volna elég a déli oldalon. Észak oldalra minek oda ajtó nyílás. Ez az egyik. A másik, mivel talpig üveg az egész váróterem, körbe van kívül belül egy korlát. Gondolom azért van, hogy ne támaszkodjanak neki, mert baleset veszélyes azon a üvegtábla. De van, aki nem arra használja. Most is meg lehet nézni, 8-10 kerékpár van neki támasztva. Az nem kerékpár megőrző. De sajnos jön a tavasz, még több lesz. Itt nem bántom a fiatalokat, de sajnos nincs kerékpár megőrző, csak vagy három. Erre volna egy ötletem, polgármester úr, ahogy bemegyünk a régi profi bejárónál, a parkirozóba, attól a buszmegálló fele van 15 méter kis árok, kis szemétdomb lényegében, mert az csak egy vízgyűjtő, nem árok. Annak a helyét a lefedik, oda elfér egy 12 méteres gyönyörű kerékpártároló, és meg van oldva az üvegtábláról, hogy kiírják, hogy hatóságilag tilos. Ez az egyik. A másik jövök tovább a lámpánál. Hát régóta emlegettük már, hogy van ott az a tükör. Hát jó megoldás, ez biztos, de az jó lenne megcsinálni fűthetőnek. Párás, ködös, zúzmarás, tél, ősz, nem lehet látni a forgalmat. Adjendre, Tiszavasvári, vagy fordítva. Itt ennyi, a többit már megszoktuk. Megyünk feljebb, Bástya környéke. Hallottuk a Buckó képviselő úrtól, hogy pályázott útján a Bástya környéke fel lett újítva, meg néztük is, jó, szép, tetszetős, építő szemmel mondom, hogy jó. De akkor pályázunk már annyit, hogy ott a szobor előtt is csináljuk meg, mert ott legalább van 50-60 darab burkolaulap, amire rálépünk, fél méterre csapódik a pocsolya, botladozni lehet, szerintem már még a kenderes kerb is különbjárda van, polgármester úr. Az már csúnya. Van egy másik égető probléma, nem tudom, hogy van-e térfigyelő kamera a mozi mellett, ahogy átmegyünk a Pennybe. Ott azon a kis sikátoron. Ott, ha valaki átmegy ugye a reggeli aurákba, hát nem mondok semmit, ne tudja meg, hogy mivel találkozik. Kisebb-nagyobb dolgok és csúnyák. Abban valamit kezdeni kell, mert vagy be kell kamerázni, vagy oda kell valakinek figyelni. Oda piszkolnak. Nem akarom részletezni. Kimentem az Ady Endre útra. Ha járt a képviselőtestület közül valaki olyankor ott, mikor reggel vagy ebéd után érkezik Debrecenből busz, tömve, csuklaus busz, megáll a bótnál, a megállóba, ott, mint a hangya, az utasok úgy mennek széjjel. A lakótelepű vezet egy méteres járda, László úrnak a garázs kapujával szembe. De gyalogátkelője az nincs. Ott mindenki megy a szélrózsa irányába. Hogy nem lehetne ott egy zebrát. Jelzem, ott egy bót, a kis utcában ott van az óvoda. Ott valamit kezdeni kell sajnos, mert előbb-utóbb ott baleset fog lenni. Mert mi tudjuk, mert már ha egy busz megáll, már figyeljük, mert rengeteg az utas, de egy idegen az beszalad, közre szalad a népnek. Tovább menve bementem a piacra, mert ez meg sok embert érint már, és mondták, hogy csak kérdezzem már meg, hogy van nekünk a piac területén egy víztorony. Most, hogy az kié? Hát gondolom, hogy a városé, mert ide van épülve,
a Nánási földre, de hogy ki üzemeli, mert fizettünk már mink is vizet ide, oda, amoda, mindig változik a gazda, és miért van az körbekerítve? Hát gondolom, hogy valami meghibásodás, vagy felújítása vár, vagy valami. Most én úgy elgondolkoztam magamba, számolgattam, hogy durván a piac, nem tudom, hogy ki a piacfelügyelő, hogy hova tartozik, vagy helyszó, vagy ki, durván 200, több mint 200 négyzetmétert nem tud az árusoknak odaadni a körbekerítés és annak a megközelítésé miatt. Nem tudja kiadni, kihasználni azt a területet. Most azt beszorozzuk 200 forintjával, évente 100 piac, 5 év alatt 500 piac, és akárhogy szorozzuk, az 10 millió nagyságba megyen. Az már a felújítása is, vagy még bevételnek is elég summás pénz. Hogy lesz az a valami, vagy valami, nem tudom. Egy nagy égető probléma a Móricz Zsigmond út, de jobban a Betlehem Gábor Konyhatúl, ahol valamikor lakott a Szűcs elvtárs, az iskola, vagy a gazdasági igazgatója, ott az a rész, ott nincs árok. Olyan kis hajlás van, de most, hogy volt ez a csúnya idő, már síkvíz a Köves úttal, polgármester úr tudja, és avval sürgősen kell valamit kezdeni. A téli időjárása egy mondat erejéig, polgármester úr, Antalnak környékén, amilyen csúnya idő volt, ez eléggé próbára tette a várost. Nem csak a kis lakozás, fent is. Fent is, mert hallottunk olyanokat, hogy aki nem takarítja el a háza előtt, megbírságolják. De sajnos a polgármester épület környéke se volt, meg a közületek se voltak eltakarítva, még az első héten se teljesen. De ezzel is lehetne valamit kezdeni, mint Szegeden. Ott rossz a levegő, nem fizettek tömegközlekedést. Itt nincs tömegközlekedés, hely, rossz az út, rossz a parkoló, nem fizetünk kommunális adót. Köszönöm szépen. Mindenre nem tudok választ adni. Szerintem a korábbi lefagyott helyzetet sokáig lehetne magyarázkodni, vagy magyarázni, most nem magyarázom. Egészen biztosan hétvége volt, és a hétvégén, amikor jött ez a lefagyás, utána meg már nem lehetett eltakarítani. De biztos, hogy lehetett volna nagyobb odafigyeléssel ezt jobban megtenni, ezt el is mondtam. De itt megint ugyanazt tudom mondani, hogy szerintem, hogyha lenne egy kicsit nagyobb összetartás a városban, és mondjuk az emberek hajlandók lennének egy ilyen esetben közreműködni, akkor sokkal többre tudnánk menni. Én ma figyeltem direkt, mert ma hóesés volt, és szerintem a mai napon sokkal hatékonyabban, sokkal gyorsabban és szépen le volt takarítva. Én a központot láttam. Hozzá kell tenni, hogy ez most nem ugyanaz a szituáció volt. Egyrészt munkanap volt, másrészt pedig nem az történt, hogy leesett egy jelentős eső, és a következő nap ráesett a hó, és le is fagyott mínusz 10 fokba. Azt tulajdonképpen én bárhol voltam most a megyében, vagy a megyének több részén, ez lehetett Debrecen, Bajdúböszörmény, Balmazújváros, vagy bárhol, ugyanezekkel a problémákkal küzdöttek, mert gyakorlatilag lefagyott az a több mint 15 mm eső, ami előző nap leesett, és magát a jeget már eltakarítani majdnem lehetetlen volt. Ugye többen felvetették, hogy a Adi Endre körút és a Mátyrok utcán a szervizutokat miért nem takarítottuk le. Bement a kocsi, ami le akarta takarítani. Minden oldalt álltak a járművek, olyan helyen is megállnak, ahol nem lehet megállni. Egyszerűen kivitelezhetetlen volt, nem tudta letakarítani a szervizutat. Nyilvánvalóan szerintem még nagyobb odafigyeléssel, még több szervezéssel, de hozzá kell tenni, hogy szerintem akkor, amikor egy ilyen helyzet van, akkor óhatatlanul ez előfordul, amire én csak akkor, nem magyarázkodom. Én a testületülésen is elmondtam, én sem voltam megelégedve azzal a teljesítmény, amit hoztunk, de ez sok tényezőből tevődik össze. Legközelebb még jobban igyekszünk majd odafigyelni. A víztorony az önkormányzat tulajdonát képezi. Korábban volt egy olyan szemlélet, hogy a víztoronyra már nincs szükség, hanem olyan szivattyúkkal oldják meg ezt a műszaki problémát, amihez nem szükséges víztorony. A jelenlegi vízszolgáltató kívánja használni és használja is a víztornyot.
Épp azt hiszem egy héttel ezelőtt volt egy egyeztetés a TRV, Tiszamenti Regionális Vízműnek a vezérigazgatójával. Nagyjából 30 és 50 millió forintba kerül a víztoronynak a felújítása. Azért lett bekerítve, mert az a klinger tégla fagy le és hullik le a víztorony alá. Baleset veszélye elhárítása véget történt ez meg. Itt volt egy dilemma, hogy marad a víztorony, vagy elbontásra kerül. Most én, a mostani tudásom az, hogy marad a víztorony, és nagyjából egy ilyen 30 és 50 millió forint közötti összegből lehet a víztoronyot felújítani. Azt szerintem jegyeztük és vettük, hogy a Zebre az Ady Endre körútra. Nem kezdek bele egy ilyen gyalogátkerőnek a engedélyeztetése, inkább évek, mint hónapok. Forgalomszámlálást hajtanak végre, és bizonyos forgalomszám fölött támogatják a gyalogátkelőhelynek az elkészültét, bizonyos forgalom alatt pedig nem. A térkőben én azt gondolom, hogy igaza van úgy szintén, de itt most szakaszoltuk. Ebben a tavalyi évben ezt a szakaszt tudtuk megcsinálni. A következő szakasz a gyalogátkelőhelyig tart, ezt az idei évre terveztük, és hogyha nem lesz mondjuk teljes egészében kész, a református általános iskolai szakasz pedig a következő évre fog áthúzódni. Tervezetten és szakaszosan tudjuk csak megcsinálni a felújítást, de jogos, maga a főtér burkolata elhasználat és mindenképpen cserére szorul. Lámpánál a tükör, én azt gondolom, hogy én erre nem gondoltam, meg fogom nézetni a kollégáimmal. Ugye mondjunk egy alaphelyzetet, ott nem a lámpás kereszteződés lett volna az ideális állapot. Ott egy körforgalom sokkal ideálisabb lett volna mindenféle szempontból. Akkor, amikor lehetett volna körforgalmat ott építeni, nem építettünk. Amikor erre lehetőség volt, hogy ezt az utat felújítsuk, meg már nem adtak csak lámpás kereszteződésre engedélyt. Én a végletekig próbáltam ezt úgymond a körforgalom irányába vinni, nem talált meghallgatásra, kialakult ez a jelenlegi helyzet. Szerintem nem jó megoldás, nincs akkora forgalom, ami indokolná ezt a lámpás kereszteződést, egy körforgalom sokkal logikusabb lett volna, de már erre műszaki lehetőséget nem kaptunk. A buszmegállónál én azt gondolom, hogy ebben van komoly igazság, a kerékpártárolóban egészen biztosan. Ugye azt megint tudni kell, hogy honnan indultunk ki. Ha valaki még emlékszik, nem volt olyan régen, hol volt és milyen buszmegállója volt a városnak. Ez tulajdonképpen nem egy fűtött buszmegálló a mostani, hanem ez egy szélvédett buszváró. És azt gondolom, hogy most lehet azt mondani, hogy biztos lehetett volna sokkal jobbat is csinálni. Akkor abból a pénzből megpróbáltuk a maximumot kihozni. Én pont a napokban jártam arra egyébként, és mondjuk ez most már 3 éves ez a buszváró. Szerintem elfogadható műszaki állapotban és tisztasági állapotban is van. Történt több rongálása a busz végállomáson, azért mondom el, hogy tudja mindenki, hogy a kamerarendszer segítségével következő nap megvoltak az elkövetők, és én azt gondolom, hogy az, hogy legyen egy új kerékpártáról, az szerintem egy jó ötlet. Én meg is fogom azt vizsgáltatni, hogy az, amit felvetettél, az rendben lehet-e, és én azt gondolom, hogy az megvalósítható. Azt, hogy most tegyünk rá egy, hogy lezárjuk, akkor a következő alkalom azért fognak jönni, hogy miért kell körbe menni a buszmegálló, mert ő ott szeretne bemenni. Szerintem ezt most egy picit így kell elfogadni, hogy ez a buszmegálló ilyen műszaki tartalma így épült meg. Szerintem egy fontos előrelépés az, hogy honnan, hová jutottunk el. Biztos nem az ideális, lehetett volna egy fűtött buszmegálló koncepció is, csak ne felejtsük el, hogy akkor ez egy 4 településes projekt volt. Nekünk ennyi forrásunk jutott. Az első verzió az volt, hogy csak egy tető lett volna rajta, és az egészet fújta volna a szél. Ehhez képest szerintem egy lényegesen erősebb műszaki tartalmat tudtunk bele préselni, de nem mondom, hogy a tökéletes megoldás, de ahhoz képest, hogy mondjuk mi volt egy pár éve, ahhoz képest egy jelentős előépés szerintem az ott lakók életében is, meg én azt gondolom, hogy megjelenésében is egy picit azért esztétikusabb, mint hogy ez korábban volt. Azt hiszem, hogy válaszoltam nagyjából mindenre. Van-e további hozzászólási szándék? Na, Sanyi bácsi, második. Meg akarom kérdezni azt, mert nem voltam itt, gondolom, még akkor, amikor esetleg erről a külterületi dolgokról lett volna szó. Itt volt Sanyi bácsi végig, nem. Én figyeltem. Igen. Na, de mindegy, kérdezni akarom, hogy ebből a
Szántó területtel, Düllővel, én úgy hallottam, hogy ilyen pénz is volt, olyan pénz is volt, de csak volt, de sehova nem jutott el. De most egy nagy kérdés, ez nem pofátlanság, hanem őszintén. Ön, ha bemegy például a vendéglátóba, kér egy ebédet, nevezetesen gulyáslevest, azt a felszolgáló kiszedi a húst a gulyáslevesből, maga azt kifizeti? Ez a kérdés. Ebben azt foglaltatik, hogy nevezetesen hazajött a Pálauci gyerek, de már megint az a hír, hogy valahol megint baj volt. De tavaly egész évben, szinte januártól decemberig legeltette a marhát. Elment a kaszás, elment a kombányos, ott maradt a termény. De az adót ki kellett fizetni. Na most ezt mondom én, hogy én azt a földet hiába dolgozom, vettem meg, hogyha Pálauci meg lelegelteti. Erre mondtam a gulyáslevesből kiszedett húst. Szerintem jó példa. Akkor ön azt kifizeti? Én fizessek adót másokért? Mondom, a kombány is ott hagyta a búzát, a legelőtt is ott hagyták. Még nehogy fizetni kelljék, mert összetört a kasza is. Akkor mi van? Nem értem, hogy van a Düllő egy az egybe. Nincs. Átdöccen a szomszéd, térdigérő vagy derékigérő betonul, vagy gödrön, gépnyomon. Még akkor 12 métert az én legelemön forrók. Úgy kell szántani. Hát hogy van ez? Mindenki azt csinál, amit akar. Csőzbír kell, adófizetés kell, minek a csőz? Nevezetesen kérdés az is. Ha a vasútat el, meg el se hagyjuk. Beszélünk környezetvédelemről, tisztaságról, tiszta vízről. Az egész víz, meg az egész árak a szintérházig, szinte talán még ki is lépte 20 méterenként, kiviszik a szemetet. Ott van a szemét, végig. Hol van a csőz? Hol van a közbiztonsági ér? Hol van a, mit tudom, melyikik ezek a sárga mellényes? Kérdem, mit kell akkor fizetni az állampolgársági jognak? Mert joggal törünkpátát felettetek. Mert itt buták vagytok. Majd jó lenne még az ilyen buta gyerek. Nagyon jó lenne. Már se boldogul. Ezzel mi van? Olvasom a csőzt, felvesz töröknök. Beszéltünk olyanról is, hogy tanya fejleszti, tanyára pi. Kivittem 500 darab nagy méretű téglát, Szőrin Szábán oda lett. Ellopták. Micsoda? A téglát kivittem, hogy csinálok egy kunyhót magamnak, ha fergeteges idő jön. Oda lett Szőrin Szálán. Három helyiségben volt, a Berena, az Eke, a Kisef, sorolhatnám a gazdaság. Kasza, minden, még csak a kutya ollat is elbontották. A kutya tányérját is elvitték. Az ocska vasat is elvitték. Hát az a kérdés, hogy akkor miért kell kopogtatni a magyar állampolgár adófizetőinél? Na ez a kérdésem. Én nem tudok jobb ember lenni, mint hogy őszinte. Minden olyan dolgot háromszor törték fel a kunyhót. Mondom, egy utolsó rohadt alumínum kanált is elloptak. Vasvadiktól kezdve fejszejtőnkkal, talán még a marhát is próba, színát elvitték. Beadta Robi, hogy Sanyi bátyám, tessék bemenni a rendőrségre. Bemegyek a rendőrségre, egy nagysága ott illeszgeti magát. Mondom, én már védett korba vagyok, kedves. Engemet már no stand, azt mondja, nem vagy a rázzon.
Én voltam a sértett fél, azt tanúkihallgatásra jelenjek meg. De úgy ám, hogyha 25 kilométeren kívül kapnak el valahon, mert nekem nincs idején várni őket, vagy a csajuszöket, hanem dolgozok. Akkor azt mondja, hogy azon kívül 60 forint kilométerenként, ha étem jönnek, ahányan jönnek, annyi 2000 forint óránként. Hát akkor hova teszik azt a sok pénzt? Miből? Igaza volt az egyik barátomnak. Azt mondja, figyelj komám, azt mondja, jöttem az állatorvostól. Figyelj komám, azt mondja, meglásd, hogy a rendőrség most már nem lesz be körülkerítve. Mondom úgy, hogy hát veszélyes, kicsőbe dől, ide ragasztva. Nem, azt mondja. Már van, a pénzsebre tették fel itt, azt mondja. Jó, mondom, ilyet nem mondjál. Jövök visszafele tényleg. Hát már a kerét is te. Most tele van parkolóautóval a gimnázium túl. Biztos ott parkolnak. Nem gond. Mert én nem fekszek annak az autónak a helyére. Sehol se. De azért már akkor volt régi tüzéptelep. Hát minden övébe búnánk, ide mennénk, oda mennénk. Ezt mindenütt csak a kárt csinálunk. Hát mi nem lehet egy olyan helyre valami olyan dolgot építeni? Például azt a, vagy azt a úszodát, vagy a sportcsarnokot, vagy a... Vagy az egy jó hely. Egyelőre. Ha nem valakié. Mert még az is előfordul. Köszönöm, Sanyi bácsi, köszönöm. De most ez annyiból jó megoldás, hogy például ez a dűlő is, meg ez az ember is szabadon futkározik. Ott csinál mindenki, amit akkor tényleg minek a fenének kell nekünk fizetni. Köszönöm. Köszönöm, Sanyi bácsi. A dűlőt akkor annyit tudok mondani, hogy... Amiről ön beszél, az ugye az egyik legnagyobb probléma az az, hogy ott el lett bontva valahol a városban egy lakás, és az alap kövei ilyen köbméteres méretekbe bele lett oda tolva abba az útba. Én egészen biztosan nem vittem oda, az valaki csak oda vitte. Elvinni meg majd, véletlenül majd el kell, valamit kezdeni kell vele. A dűlőutakban szerintem ugyanaz, mint a belterőutak, 100 kilométeres nagyságrend van. Szerintem haladunk vele, most benne volt 48 km dűlőút karbantartása fog következni ebbe az évbe. Az, hogy van-e szükség a mezőrségre, szerintem igen, ez az én meglátásom. Szerintem lényegesen nagyobb rend van a város határában, mint korábban volt. Tökéletes, ez sem lesz. De mint ahogy lopások is vannak, ezért nem merül fel, hogy a rendőrséget bezárjuk, bár biztos lenne rá igény. Ezért én azt gondolom, hogy ennek a külterületi rendnek a fenntartása is továbbra is meg kell, hogy legyen. Ha vannak ilyen problémák és adott helyzetek vannak, én erről egyébként hallottam, alapvetően kezelni kell. Ha ezt itt nem sikerült, akkor innen kérek elnézést magától. Én azt gondolom, hogy kell, hogyha van ilyen jelzés, a mezőröknek intézkedniük kell, ha szükséges, akkor pedig a rendőrséget be kell vonni egy ilyen ügybe, mert alapvetően az a fajta, az elmondás alapján értem a problémát, és a mezőrséggel ezt megpróbálom majd minél hamarabb kezelni is. Köszönöm szépen, Sándor bácsi. Ha nincs további hozzászólás, akkor mindenkinek köszönöm a megjelenést, és szép estét kívánok.